Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 6 óra után 14 perccel pénteken. A hét legjobb napja. Jó reggelt mindenkinek! Hello, Feri, hello, Jani, hello. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Itt vagyunk. Hát igen, egy jó kis Prince után szerintem most már nincs ember, aki ne hallotta volna, hogy mi történt. Én elképedve fogadtam a hírt. Ráadásul azért, mert 57 éves volt, szóval, hogy hát ez brutális. A feleség gondolta volna, hogy a nagyok közül ő lesz a következő, aki elmegy. Ez elég jó állapot volt, hát legalábbis külsőleg. Amikor látott róla az ember valami kis koncertfelvételt, valami aktuálisabbat, vagy valami kis interjút, bár ő nagyon keveset interjúzott, azért vagyok őszintén, nem a nyilvánosság előtt élte a magánéletét, akkor az azt látod, hogy az ember nagyon rendben van még mindig. Ja, meg ráadásul az nyilván tudod, hogy nem egy szent életű ember, mint általában pop és rock zenészek, de azért olyan nagyon nagy kicsapongásairól neki soha nem írtak. Te tudtad, hogy nyilván benne van. Jó volt a sajtósa. A buliban, de azért nem volt az, hogy szétverte a hotelszobát, amit mondjuk Gánszról tudtál olvasni, vagy egy csomó előadóról tudtál olvasni, róla ilyet nem olvastál. És akkor egyszer csak 57 évesen azt mondja, hogy 57 éve, de hogy az influenzában hogy? Hogy a fenében? Valami, amit nem ott volt valami, nem, igen, valami szervi probléma volt még régről. Biztos, ugye, vagy egy szövődmény, vagy valami, mert nem működött minden benne úgy, ahogy kellett volna. Nem lehet, hogy valaki egy influenzában ma Amerikában belehal, nem 57 évesen, ha nincs semmi szövődmény. Igen, vélhetően a biztosítását ő tudta fizetni, mert ugye Amerikában hallottunk már csomó olyat, hogy nincs megfelelő egészségügyi biztosításod, egy bizonyos kezelést megkapsz, de hát nála lesz, igen. Hát azért nem gondolnám, csak hogy ő ezt megkapta valahogy. Igen, és hát főleg azért is ilyen nagyon tragikus, mert hogy láthattuk élőben. Azt gondolom, hogy ahhoz egy kicsit talán jobban kötődsz egy olyan sztárhoz, a Szigeten ugye ő volt tavaly előtt, mikor volt? Már régebben, 2011-ben volt talán. Olyan régen volt. Naha, én nagyon életem egyik legjobb koncertje volt, amit láthattam. Hát teljesen váratlanul egy 3 nappal vagy 5 nappal a Sziget előtt bejelentették, hogy ő jön. Jön Prince, igen. Óriási koncertet adott. Nagy név volt, hát ez is elég szomorú, hogy így viszonylag rövid időn belül ott volt Lemmy, ott volt David Bowie, itt van most Prince. Tehát, nem hogy sokan nagyon maradnak már így a nagy zsenik közül, nem? Most már tényleg gondolkoznod kell, hogy van még egy-kettő nagy azért, aki tényleg legenda és nagyon nagy, de hogy olyan, mintha egy fogynának. Nem? Tehát egyszer csak elérjük majd azt a kort, hogy eltűnik egy olyan generáció, akik a legnagyobb zsenik voltak, és akkor nincs bajom Avicii-val meg Rihannával, de hogy tulajdonképpen... Nem ők már nem lesznek azt hiszem ilyen jellegű sztárok. Tehát nagyon, de elfogynak egyszer ők, elfogynak a legnagyobbak, nem? Igen. A legnagyobb géniuszok, meg a legnagyobb zsenik, és aztán mi marad? A nagyon nagy űr utánuk. Pont itt beszélgetünk ugye Dudi kollégával, akinek még milyen pehes kis tínézser teste van, és hogy most már, tehát még most éli a fiatalságát, stb. Tehát, hogy így, hogy mi számunkra nagyok ők, vagy mindenki számára, hogy a mostaniak számára vannak ekkora nevek, ilyen nagy-nagy zenészek, ilyen megkérdőjelezhetetlen tekintélyű muzsikusok? Hát van, szerintem igen, egy generációnak egy Tiesto már hát ugyanazt jelenti. Jelenti, tehát a 20 éveseknek. Ugyanaz, hát milyen minden, amikor mi 20 évesek voltunk, mi is rajongtunk valakiért, az nagyjából egy 20 évesnek ugyanaz a fajta rajongás, az összes zenéje megvan, le van töltve, hallgatja, megy koncertre. Tehát az csak más. Csak mi már úgy nézünk rá, hogy a szüleink is a mi zenénkre is úgy néztek, hogy hangos, ricsajos, és nem kell. Tehát az elejileg azért nem ugyanaz a teljesítmény. Tudom, hogy ezen már vitatkoztunk. Összesimulnak, nem? Igen. Tehát ők nem egy ilyen megkérdőjelezhetetlen tekintély, mint mondjuk Michael Jackson volt annak idején a popban. Tehát, hogy így most így, mit tudom, mondtasz 10-et. Egyszerre, és akkor egymás mellé odarakozgató őket egymás mellé, és akkor kicsit úgy olyan mindegyik. De akkor a mostani 10 évesek számára, vagy akik mit tudom, 20 éves éveik elején vannak, azok számára ezek ugyanolyan nagyok, mint nekünk volt. Valószínű egyébként, igen. A Jacko? Persze. Abszolút. Talán az ipar. Justin Bieber írja valaki. Á, nem. Hogy tetszik mondani?
Nem már. Hogy, ki, hogy ők kitaláltak rövidebb életűek, már ami a karriert illeti, tehát azért Prince is érte 40 éve ismerik Amerikában, és szeretik, vagy mondjuk 30 legalább, és az összes ilyen nagy előadóról elmondhatod, hogy hosszú ideig voltak fönt a mostaniak, igen, meg egy kicsit ilyen sztárcsináló, húzunk le róla három bört, mehet a következő, sit-sit, nem kell vele különösebben foglalkozni. Tök más persze az egész zeneipartok, más, igen. De nagyon sajnáltam, ráadásul mondom tényleg azt, hogyha valaki él 80 évet és úgy hallod, akkor azt mondta, hogy jól van, hát meg az jutott neki, amit mindenkinek kíván az ember hosszú életet. De így 57 éve ez nagyon közel van. Nagyon. Tehát, hogy ez azért is volt ennyire dermesztő. Mondjuk gyönyörű élete volt, hosszú élete igen, volt, termékeny 57 évesen volt. Már nem illik egy ilyenbe belehalni. Igen. Szóval 57 évesen nem vagy idős. Hát nem, semmi. Pont a legjobb férfikor még aktív vagy, van egy csomó tervet, gondolatot. Hát azért, figyelj, az azt jelenti, hogy 10 év múlva nekünk végünk, Jani. Igen, nem tudod. Én tudom, hogy nem. Na, akkor ne, hát létszik, ne rácsál már magadat. Ne haragudj, nem akartam. Nyomorítsd a saját gondolataidat. Csak hogy érted? Hát 10 év, hát az egy vicc, hát semmire nem elég. Kevés. Igen, nagyon, nagyon kevésnek tűnik. Bár gondolom, hogy nyilván ő se így tervezte, jó, hogy ez szörnyű. Azért mi se úgy megyünk el, hogy nem marad utánunk semmi, azért pár rádiót csak kilőttek alólunk. Ja, mi megyünk, az a rádió megszűnik, tehát hogy nem vagyunk jó, mert... Egész jó bírja. Egész jó bírja, de hát a jelek szerint igen. Nem, hogy bárhol megyünk majd a jövőbe. Akkor ilyet egy inkhegy. Vigyázni kell, hogy minket ki alkalmaz, mert általában az a rádió az... Óvatosan, srácok. Majd nevet változtatok. Igen, az a rádió az megszűnik. Na, mindenkivel minden oké egyébként, ezen minden, túl, hogy ez egy ilyen sokkoló halálhír, és az embert ezt kicsit így letaglózza mindig, amikor ilyet hall. De hát ennek ellenére minden rendben. Ez az esti, igen, ez esti hír volt napközben. Szerintem mindenki élte a jó világát a napfényben. Én karate bemutatóra mentem. Na, képzeljétek el, Soma gyerek. Fejbe rúgtak a lángosos nem, nem, igen, de is nem voltunk benne most. Karate bemutatóra kell járnom. Igen. Így én mondtam a BK-nak, hogy ez nem biztos, hogy az én programom, de hát nyilván az ember a gyerekére elmegy. Elmész ide. József Attila Művelődési Központ angyal föld, ki az első ember, akivel belebotlok, Garami Gábor. Mondom, te mit keresel itt, neked nincs gyereked, neked nincs jogod idejönni, mondja, hogy ő a műsorvezető. Mondom, Gabi, nem. Oltogatlan egy fiatal szempályt. Az első kérdése ez volt, tudsz-e olyan anyukát mutatni, aki egyedül állom? Elmész a francba, ez szórakozzá, nem fogom bemószerolni az ovis társakat. Hihetetlen, tehát, hogy az valakinek érted, csak ez legyen. Mondtam, hogy jó, menjél fel a színpadra, csináld a dolgodat, ne bántsd az anyukákat, vagy ne akard őket megkörni. Ékezni. Lassan 50 a Garami is gyerek. Igen. Egyébként. Lassan 50. Ez szép élete volt. De se, hát neki az. Szép. Az. És mondta, hogy most megkomolyodik, és gyereket akar. Mondom, jó, van, ez az új duma, tudod. Persze. Most ezzel csajozik. Imádtam, úgyhogy nagyon jó volt, megcsettük a bemutatót, vagy hát megcsetták a gyerekek, tudom, mindig a szülői elragadás, ugye, ahogy te szoktad mondani, fáj a hasunk, bekakiltunk akármicsoda, nyilván ugyanez van, de hát túl vagyunk rajta, akkor mondjuk így, és nagyszerű. Jó volt? Igen, fene egyen meg, én mindig azt gondoltam, hogy nem leszek majd ilyen szülő, aki erről fog ódákat zengeni, hogy az ő gyereke az mennyire jó, és amikor túl vagy rajta, akkor azt mondod, hogy hát de tényleg, hát csak a tiéd. Nem tudsz más lenni. Hát szereted a gyereket, érted, meglátod, bármit csinál, örülsz neki. Hányszor jár egy héten? Hány? Ez egy nagyon szigorú, hogy minden nap kell venni? Dehogy is, nem, ez óvodás, képzeld el, az van, hogy bejön a karate néni, aki ilyen nagyon világbajnok, nagyon szépen tud így rád nézni, hogy azt mondod, hogy igen, persze, hogy befizettük a tagdíjat, jó napot kívánok, és akkor bejön, és akkor heti egyet nyomnak egyelőre, aztán majd meglátjuk. Ember, hát van a kempó, az MMA. Igen, hát igen, minden napra kell valami. Igen, igen. Szombaton a csacsacsa. Szombaton már versenyre megyünk. Is kétszer. Igen, szombaton már verseny van. Úgyhogy heti egy ovis karate. De tündérek voltak, tudod, hogy 6 évesek ott állnak, és hát, akkor számolnak különböző idegen nyelveken valami ics, ni, ilyeneket. Egy a dolog, jó? Koreai karate. Jó volt. Úgyhogy nálunk ez volt a családi program délután. Az jó. Én büszkén megnéztük a gyereket, mondtam, hogy ez igen, kis Bruce Lee, de ezt se értették, hogy az se ugyanaz állítólag. Mondták, hogy ne erőlt ezt perézni, fogja, vagy olvas után. Igen, nem akarod megverni. Isten, ez a Bruce Lee. Isten akar ez. Belekedős volt az is. Igen. Na, azt mondja, hogy gyorsan megnézzük, mit én a hallgatóim. Megnézzük. Richard, Chuck Berry, Little Richard, még mindig koncerteznek.
benne a hátsó persze, vannak még érdekes. Nagyok, szóval, hogy vannak persze, hát még azért ott van, nem tudom, Steve Wonder, meg ott van McCartney, meg szóval, hogy még vannak néhányan, de azért ez minden évben elmegy néhány nagy, tényleg. Mondjuk Little Richardet azért nézd már meg, hogy tehát, hogy... De igen, de nagy fazon. Igen, játszik? Hát igen. Igen, hát és róla is azért mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy nagyon tartalék lángol égett az elmúlt X évben. Hihetetlen, és hát ahogy kinéz. Hát nekem mindig az jut ez, amikor meglátom, hogy hát szépen kell megöregedni. Nem sikerült. Hát nem persze, hát mindent bevet azért, hogy fiatalos maradjon meg. Zsenge. De nem is azért szerettük meg. Szép volt. Nem. Azon szoktam ilyenkor gondolkozni, nem akarom nagyon megölni a bulit, hogy ő már tudja, hogy mi van ott, nem? Tehát, hogy itt volt, élt, leszállt magárepülve, történt egy betegség, és már ő is azok között van, amit mi még nem tudunk, de ő már tudja. Ő ráadásul hitt is nagyon a túlvilágban. Nagyon hitt, igen, és most már, tehát ő is tudja, hogy mi van ott, nem? Tehát ja. Mi még csak így ott állunk előtte, meg mindenki, aki él, és gondolkozik, eszedbe jut, nem jut eszedbe, attól függ, hogy milyen életet élsz. Mondom, nem akarok nagyon komolykodni. De ez valakivel megtörténik, és elolvasod, akkor arra gondolsz, hogy na jó, ő is átlép, ő is tudja már, hogy mi történik azután, miután kifújod az utolsó levegőt. Valami csak történik. Hát, hogy nincs, hogy nem történik, semmi sötétség van. Legalábbis véleményem szerint. Az is valami. Az is valami. És ő már ezt is megtapasztalta, nem? Hát, tehát ő már tudja. Mindig még nem tudjuk, majd egyszer megtudjuk, mert mindenki. Mindig annak nehéz, aki itt marad, ugye azt szokták mondani, igen. Tehát ő már valószínűleg, ha létezik az a másik világ, akkor de azt hogy már mi a látja. Fene van ott, igen. Igen. Hát jó lenne. Igen, jó lenne tudni, hogy tényleg az, hogy együtt tolják a moonwalkot. Jackova. Igen. De nem jó. Csinálunk egy jó lemezt, itt vagyok. Igen, legyen így. De jó, hogy legyen ez a másik oldal. Igen. Na mutatjuk, mi történt velünk. Tegnap kicsit vidámabb dolgokkal foglalkoztunk. 90 éves lett Erzsébet, szeretjük, csókoltatjuk. Tegnap ünnepelt a születésnapját. Erzsébet királynő. Azért van, akinek egy kicsit több adatik, hál' Isten. 90 éves. Ott jók a genetikai adottságok. Jók a gének, jól tartja magát, sportol, lovagol, és még sokat kívánunk neki. Viszont azon gondolkoztunk, hogy Károlynak mennyire rossz lehet ez. Hát. Aki még mindig csak herceg, és titkon valószínűleg már vágyja azt, hogy ő azért ő egyszer Anglia uralkodója legyen, de Erzsébet egyelőre nem akar menni. Jól érzi magát, köszöni, és ezért Károly egyre messzebb kerül a tróntól. Károly egész életében a tartalék lovom. Igen, és leérsz úgy egy életet, hogy várod, hogy azért te legyél majd az uralkodó, és hát egyelőre ennek semmi jelét nem látjuk. Egyébként ez nem is baj, mert nagyon kedveljük Erzsébetet, sőt jobban, mint Károlyt. És találgattuk, hogy vajon ő mit érez, mit gondol, és hogy szeretné-e már a koronát felemelni, és a fejére tenni. Aztán beszélgettünk még egy-két törvénytelen örökösről is, aki ugye felbukkant a királyi családban. Így van. Mert hogy Károlynak és Kamillának már 50 éves az abi gyereke. Nem is királyi család az, ahol nincsenek. Igen. Vadhajtások. És kiderült, hogy ő is előrébb van egyébként a trónkövetelési sorrendben, mint Vilmos, aki egyre hátrébb szorul, mert balról mindig beúszik egy zabi gyerek Károlynak. Szóval döbbenet egyébként azért a királyi család is. Úgyhogy erről beszélgettünk. Nyilván kicsit vinámabban Morning Show-s hangvételben. Úgyhogy ezt megmutatjuk. Közben lehet jelentkezni játékra is, mert már nem jövünk vissza az ismétlés után. Mennyi az állás? Kérlek szépen 3-1. 3-1-re megyünk. Behúztuk el, tehát jól van. De ezt ne keserítsen el senkit, aki szeretné játszani, vagy egy újabb győzelmet, ajándékcsomagot szerezni magának és a hallgatóknak, írjon. SMS-t mi pedig visszaírjuk. Mi sem vagyok elkesedve. Nem. Meghallgatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Péntek van, hát ez... Egy tapsot megérdemel. Mindenkiben próbáljuk tartani a lelket, hogy jön a hétvége, bár nem akarok senkit nagyon elkeseríteni. Vasárnap igen. Szóval, de szombat még jó. Tervezetek moziban menetelt, egész nap szexeljetek, aludjatok, ha tudtok, maradjatok ott, csak 10 fok és igen, csak a feleségetek meg ne tudja. Szóval a lényeg, hogy 10 fok lesz. 10 fok lesz, és szörnyű idő, de szombaton még nem, tehát szombaton még lehet egy kicsit mozgolódni. Valamiért vasárnapra ez nagyon elromlik, legalábbis azt mondják, és jeges északi szelet, esőt, és tényleg 10-12 fokot mondanak, úgyhogy mozis program, otthon, gyerekes, társasos, múzeumos. Nagyon örülök neki, egyébként vasárnapra van két szabadtéri programom. Azt szerintem, vagy cancel, tehát hogy figyelj, azt töröld. Te tudsz élni, legyél bátor. Nagyon jó. Azt mondsz, jobb, ha most törlöd, és átállsz valami, nem tudom, Vazarelli kiállításra a Kiszceli Múzeumban. Egy jó Vazarelli. Úgyis rég láttam már kockás zebra. Egy jó kis Vazarelli, nincs az a baj. Na megnézzük ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra.
műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hello, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Hello! Ciao! Hello. Rita! Rita, honnan hívtál minket? Sziasztok! Vecsésről telefonálok éppen most, de gyáli vagyok. Vecsésről? Nagyon jó! És kivel játszanál? Hát a Janit szeretném a... Hát... hívni. Janit! Térben, Janit. Térben mi állunk egymáshoz a legközelebb. Ennyi, pontosan. Oké, indítjuk az órát. Jó, legyetek ügyesek, csapjatok össze, és győzzön a Jobbik. Játékos vagy, Rita? Nem. Na, azt jó. És ezt nem is mondtam, hogy már elindítjük az órát, úgyhogy kiestek. Köszönjük szépen. Na, 3-2-1, tessék. Ha, itt a képzeltél. Jó reggel. Szia, puszi. Úgy bekrémeseztem. Tudod, milyen krémeséget ettem? Gondolom, francia. Hát más jellegűt. Kíváncsi vagy rá, hogy milyeneket? Hát, ha elmondod, akkor meghallgatom. Figyelj, volt csokis, volt narancsos csokis, volt gesztenyés, és volt gyümölcsös. És tudod, minek örültem ennyire? Hogy megehetted esetleg? Majdnem azt mondtam, hogy molyhos tölgy, de molyhos tölgyet kell mondanom, tehát molyhos tölgy sikerének. Az a tennapi sztori volt. Aha. Akkor te is hallottad ezek szerint, hogy mi történt bát a széken. Hallgattalak. Mekkora ünnep van? Na, igen, most már igen, másodikra most már mi is mondjuk, hogy már az első is kim volt. Véleményes. Véleményes, de a második az már nagyon kim volt. Szép volt, Jani! Köszönöm szépen! Te tényleg ezzel ünnepeted a molyhos tölgyet, hogy megette 50 tortát? Felmentem a tortavára, és megengedettem 4 akkora krémest, hogy majdnem leszakadt a szatyornak a füle. Úristen, te nem olvasol cikkeket a cukor brutális romboló hatására? Valahogy kerülöm ezeket. Te figyelj, ne látj egyet, már klikkel is tovább. Felemészti a szervezetet, megzabálját, a 3 fehér méreg, a liszt, ugye, nem a búza liszt, a só és a cukor, hát ez figyelj, ez belőle tanulmányt fogja kérni. A múlja lábadnál fogva húzott fel az ágyba. Úristen, nem olvassa, akkor nem tud róla, és már nem érnek lét. Helyes siker egyébként, pszichoszomatikusan biztos, hogy nem leszel. Fia, az igen. Balázs mutatta nekem, vagy tanácsolta a helyet, az ott egy sállásoljog értetek. Rita, sajnos. Így jártam. Igen. Sajnos. Rendben. Én majdnem földit nyírtam ki, ne haragudj. Puszi. Sziasztok. Ciao. Hello. Gyerekek, hát ez 4-1 lett akkor ez a hét is. Bizony, 4-1. Hát azért ennek örüljünk. Hát nincs ezzel igazán. Jó az. 5 perc pontosan, 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon, egy jó kis Prince után, szegény, ugye, hát beszéltünk róla, megemlítettük, valami fiatal volt, és az ember rettenetesen sajnálja. Egy korszakos zseni, 100 millió eladott lemez, rengeteg Grammy-díj, és hát hihetetlen ikon. 57 évesen meghalt, ugye tegnap hallottuk mi is este a hírt. Igen, erről már beszéltünk, úgyhogy mindent elmondtunk, de az ember ilyenkor mindig szomorú. Ráadásul, ha egy ekkora zseni ilyen fiatalon megy. És igyekszünk a pozitív oldalát megfogni a dolognak, és abban bízunk, hogy már együtt tolják a moonwalkot Michael Jacksonnal. Reméljük, hogy pacsisztak egyet, és együtt nyomják. Igen, te voltál a király, te meg a herceg, te sok. Remélem, de jó lenne, ha így lenne. Na, azt ki mondja, volt a király lépett, oda Elvis. És igen, rólam beszéltek, srácok, érkezik meg Elvis a beszélgetésbe, és valami égi bárban már nagyon, nagyon tolnak. John Lennon zongorázik a háttérben. Úristen, mekkora ikonok ők, atyaisten. Útépítés miatt nagy a torlódás a 4-es számú folyóton Kenderesnél, Eris küldte nekünk. Aztán 10-es út befelé áll a sor vége a Solymári görforgalomnál, vagyis csak a szokásos. Győrben a Szigeti Attila úton már éber őreink ébre vannak, vigyázzatok, Klaudia a hegesztő küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. És aztán nagyjából ennyi. Jani, reagálva, mert itt többen felháborodottan írjátok, hogy mit mondott meg, hogy miért nem figyelünk meg, Jani kimondta. Nem mondta ki. Tehát Jani nem mondta ki a tiltott szót. Nem mondott nemet. Azt mondta, hogy majdnem. Majdnem, de hát azt ugye tudjuk. Azt mondta, hogy majdnem. Magyar helyesírás szabály szerint ez egybe van egyébként. Ezerszer megbeszéltük már ezt a dolgot. És higgyétek el, hogy mivel 3-1-re állt a játék,
odaadtuk volna hát, nagyon szívesen, igen, tehát nem volt. Egyébként sem szoktunk elcsalni hetet sem. Volna, persze, nem, de nem volt, nem volt, nem volt sem. Lennénk, vagy lettünk volna annyira jó fejek, hogy ezt odaadjuk minden további nélkül. Igen, aki nemet hallott, az rosszul hallotta, aki majdnemet hallotta, az pedig az ki lehet. Az jól hallotta. Az jól hallotta, de hát az ki lehet természetesen mondani. Na, hétvégén Mielis Norbi futam a gyerekek, hát azért ez egy nagyon nagy dolog. Jelentős túlsúlyjal fog indulni az autó, ez azt mondják, hogy így körönként akár egy másodperc, egy másfél másodpercet is jelenthet, mondjuk. Ti vagy miért? Ez miért? Nem, ez túl jó vagy? Igen. Ja, igen, hát aki túl jobb, kap a túlsúlyt. De legyen jó a többi is, hát most ne büntessék a mi Norbinkat. Aki jó legyen, könnyebb. Ugye, hát most ami 70 kilót kap állítólag, hát az rengeteg. Hát ha veszít rá meg 80-at, tehát hogy... Aha. De hát oda lehet az elérni. Megkaptam Garoling az ő pályája. Így van. Úgyhogy... Hazai pálya neki. Hát ma lehet nyújtóljára jelni jegyeket, 2 darabot a versenyre. Tehát nagyon figyeljetek majd oda. Nem lesz nehéz a kérdés. Minél több embernek szeretnék lehetőséget adni arra, hogy játszon, és hogy ott lehessen a hétvégén. És hát megnézhessen remélhetőleg még az újabb dobogós helyét a Norvénak. Úgy reméljük, jelent. Reméljük. Nagyon rossz idő, ide vagy oda, tessék menni, drukkolni, ott lenni, és figyelni bennünket. Mert jegyeket lehet nyerni, hogy is mondtam. Van 2 darab jegyünk még. És ez már mai napon bemehettek vele a ringre, ha minden igaz. Azt hiszem, ugye ez egy 3 napos jegy. És aztán holnap időmérő, futam, ott vagytok, megnézitek, illetve futam vasárnap, holnap időmérő. Izgi lesz. Ráadásul 2 futam is van ugye vasárnap. Picit hideg lesz, picit esős, azért ezt mondjuk, de ez ne vegye el senkinek a kedvét. Menjetek, nézzétek meg. A lelátó fedett. Igen. Csákó, csak mi nem odaadunk ki egyet. Esernyő van, kalusni van. Hát annyira csak nem lesz. Csak nem lesz borzasztó. Nem lesz vele gond. Csak jelzem egyébként, hogy hétközepén még azt írta a mindenféle ilyen meteorológiai szolgálatoknak a mindenféle weblapjai, meg internetes fórumai, hogy mind a 2 nap hatalmas zuhé lesz, ebből már csak 1 maradt. Hogyha szerencsék van, akkor szombat este azt fogjuk látni, hogy 1 se. Na, egy nagyon bizarr történettel készültünk, de nagyon helyes és nagyon szeretjük a kép a Facebook oldalunkon. Meg kell, hogy nézzétek, mert ez csak úgy él ez a történet. Én, amikor tegnap megláttam, átküldték nekem, hát ez az ember sír tényleg. A hír arról szól, hogy egy férfit felfalt egy ruhagyűjtő konténer Tiszavasváriban. Elemezzük ezt a mondatot még egyszer. Egy férfit felfalt egy ruhagyűjtő konténer Tiszavasváriban. Megdöbbentő. Egyszerűen megdöbbentő. És a képen ugye azt látod, hogy ott van egy baromi nagy ruhagyűjtő konténer. Nagy, magas vasból van, áldogál magányosan, 2 darab láb ló kifelé, de nem is csak, hogy ló kifelé, hanem az égnek áll, tehát a ruhagyűjtő konténerben emberünk egyébként fejjel lefelé valószínű, majdnem, hogy kézenállásba vagy fejenállásba, a lába pedig ugye kiáll a konténerből, kilóg, és az ég irányába mutat. Ez a fotó. Nincs ember, aki nem nyitja meg ezt a helyzet. Azt hiszed, hogy ez valami reklám, vagy egy spam, vagy... Én nem is tudom, mit gondolsz, hogy ez egy hülyeség, és hogy valaki állatkodik, de nem. Felfalta a ruhagyűjtő konténer. Én amikor összeláttam a képet, az volt az első gondolatom, hogy annyira intelligensek már ezek a ruhagyűjtő konténerek, hogyha meglátnak valakit az utcán viszonylag jó állapotban lévő ruhákkal, akkor beszik. Beszik, majd levetkőzteti, majd kiköpi a mesztelen testet. Tehát van valahol a belső, és aztán utána már vagy felöltözve, vagy felül, mint a terminátor, kijössz a másik oldal. Oké, de ez hogy történt? A Vasvári Hírmondó írta egyébként meg először. Vasvári Hírmondó. Hát ez szenzációs. Isten ember bottal díj van, és ő az egyik esélyes. Ugyanis ő szeretett volna a ruhákat válogatni a konténerből. De ebből hogy lesz az, hogy te beesel a konténerbe? Hát úgy, de hogy ebben nem volt benne elég ruha. Az alján volt nagyon a ruha, igen, és nagyon le kellett nyúlni ért. Tehát ugye itt az van, hogy ez egy gyűjtő konténer, ami a befogadásra alkalmas, arra tervezték, nem a kivételre. Ugye? Tehát, hogy úgy van a szája magának a konténernek, úgy van megcsinálva, hogy befelé oké a dolog, de kifelé már nem. A kifelé úthoz próbált meg ügyeskedni emberünk, miután ugye... Tehát de hogy érted, hogy kifelé? Tehát, hogy belerakta a kezét, vagy de bemászott a konténerbe? Ahhoz. Persze, a ruha, ez egy ilyen billenő száj. Oda beteszed a kis ruhádat, becsukod az ajtót, a ruha lehújik a konténer aljába. De várjál, ha bemászol, és te bent vagy, öltözöl, majd ki akarsz jönni, akkor
akkor nem tud a lábad kikerülni. De ő nem mászott be, ő félig belógott. Na ez igen, tehát hogy az, hogy félig belógott, akkor igen. És itt ráharapott a konténer. És itt abban a pillanatban ő elvesztette az egyensúlyt, és bedőlt előre valószínűleg. Igen. Nem? és a lába pedig kimaradt. Befelé van út, kifelé nincsen. Igen. De egyébként én nem hiszem, hogy ő el szeretett volna bármit is tolni. Lehet, hogy csak csere alapot keresett. De jó kis kötött sapka. Én bedövök két inget, egy nadrágot és egy kabátot, és akkor azt gondolom, hogy le lehetne cserélni mondjuk erre, arra, amarra. Nem, vagy bedobott valamit, tehát ő vitt adományt, vitt, csak eszébe jutott, hogy a zakójának a zsebében maradt egy régi igen, családi fénykép, így van. Érted? És akkor azt akarta ő kiszedni tulajdonképpen. De figyelj, nem esel bele. Tehát, hogy tudott ő beleesni? Fölállsz valamire? Ja, eleve fölül van a bedobó. Igen. Tehát ugye most azt látjuk a konténerre, hogy neki fönt van a lába. Tehát odahúzott valamit, arra ő ráállt, de akkor se esel bele. Hát nem, ahhoz kell egy súlypont átesés, szerintem, hogy te annyira belehajolj. Az volt, hogy kihajtotta ezt a kis garatot, feltámaszkodott rá, és feltolta magát. És valószínűleg azzal a lendülettel egyébként, ahogy megpróbált így picit behajolni a garaton keresztül a konténernek a belsejébe. Igen, a garat megbillent befelé, és akkor csúszhatott be. És amikor megpróbált kifelé jönni, akkor érezte, hogy hát ez nem nagyon fog menni. És akkor aki elment a konténer, mert az látott két lábat, és összekoppalott. És azt mondta, hogy úristen, milyen veszélyes ruhagyűjtő konténerek vannak itt. Nem kiszartverés, hú! Nem kiszartverés! Húzzon ki! Húzzon ki! Ne viccelek! Atya úristen! Figyelj, ez elképesztő. Se kifelé, se befelé. Hát direkt úgy van megcsinálva ugye a konténer, hogy ahogy billen befelé ez a száj, akkor a ruhákat ő be tudja borítani, de hogy kifelé ne tud kivenni. Nem hittem, mert ugye ezt, aztán jön mondjuk a vörös kereszt, vagy nem tudom ki a konténertől, igen, ilyen szervezet is van. Mondjuk a vörös kereszté, ők hátul kinyitják, elviszik a ruhát, leválogatják és odaadják a rászorulóknak, tehát ez direkt úgy van megcsinálva, ugye? Most ez, ide úgy kell bemenni, ezt, ha láttam egy ilyet, hogy lenyitod a száját, akkor van egy ilyen 20 centis rés körülbelül. Oda befekszel, és valahogy megpróbálod magad egy kicsit így befelé urrálva, tudod, amikor a székkel szeretné arré menni, de nem akarsz felállni, így próbálod magad bedolgozni a konténer belsejébe, és itt jön a baj, mert ott egyszer csak ez átbillem. Viszont a ott esel be? És be, de a lábadat már beszorította a száj, tehát az már nem tud becsúszni. Te itt benne vagy, félig vágy. És ki az, aki bejut a felirat, ürítés két hetente. És ki az, aki azt mondja, hogy várjál, mindjárt segítek, de előbb lefotózlak. Tehát hogy készül a fotó? Például te lettél volna. Jó, én biztos. Biztos. És én mindenkit elterelek onnan, hogy hagyjátok még egy kicsit, hadd élvezzem a pillanatot. Nézzük meg, hogy mire a reakció az Instán. Ő a feleségével ment, ha jól tudom, aki egy közeli italboltba ment, aztán segítséget kérni. De azért a feleség előtte csinált róla egy fotót. Várjál, Lajos, várjál, nem mozdulj le. Nem mozdulj le, és óriási vagy, előbb lefotóznak. Mert ugye ezt valakinek le kellett fotózni. Tehát azért az is nagyon kemény. Volt ott szerintem egy pár selfie is, voltak csoportképek, stb. A haverokkal, ahogy röhögnek és mutogatnak hátra maguk után, vagy maguk mögé, és aztán hoztak segítséget igazából. Tiszavasvári van a Büdi település részen. Tehát a Büdi település részen történt ez. Érted, milyen gyönyörű a történet? Tehát egyfajta szociodráma. Tiszavasvári van a Büdi település része. Mondta ezt a katasztrófa védelem. Képzeld a rendőröket, a katasztrófa védelmet és a tűzoltókat, amikor megérkeznek a helyszíre. Tehát ott azért van egy ilyen, nem mozduljatok gyerekeket, álljunk oda szelfizni. Nem? Lóki két láb a magából a konténerből. Tényleg nem készült ilyen fotó, hogy hát, két rendőre. A tűzoltók, vagy a katasztrófa védelmet, szerintem sírnak. Hogy szedett ki az embert? Ugyanis a kulcs, mert az a legesszerűbb. Sok zsíra. Hogy az a legegyszerűbb, hogy kibontod a hátulját és kiveszed a csávot. Na de a kulcs az valószínűleg mondjuk Budapesten, vagy Miskolcon, vagy valahol. Milyen, tudod. Várjuk már egy meg kulcs a... Egy mindent. Ha megnézed a képet egyébként, akkor látszik az árnyék, hogy ketten, vagy hárman, vagy négyen állják körbe már emberünket. Nézd meg az árnyékokat egyébként. Egy ember, két ember, legalább négy ember áll, de csak az árnyék látszik, csodálják emberünket, akinek a kis barna farmerja és a kis csizmácskája kilóg egyébként a ruhagyűjtő konténerről. Valószínű mindenki fotózta. Hát egy teljesen egyértelmű szerintem, hogy utalásnak egy kicsit a dolognak, akkor találnak szerintem fönt a különböző közösségi oldalakon néhány képet, amikor 30-an látszódnak. Imádom, vasvárihírmondó.hu. Tehát ez is egyébként csak arra felé történik meg. És mi van a konténer oldalán? Ön is szereti a természetet, gondolkodjon ökológikusan, és lóg ki egy lába a ruhagyűjtő konténer. Vissza a természetbe.
Lehet, hogy a csávót unta meg valaki, és kidobta. A feleséget? Tehát a feleségem volt, majd elment a kocsmába drinkelni. Igen. Az ember meg kiabált, a Dick Morez megevett. Írja nekünk egy hallgató. Hát nagyon, nagyon szeretem. Nagyon szeretem. Na, itt van Doka Imre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvője. Hello Imre, jó reggelt kívánom. Ciao. Halló, jó reggelt, Imre, hello. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, szia Imre. Imre, hello, na, ti tértetek a helyszínre, vagy ti találkoztatok emberünkkel, akinek a lába lógott ki a konténerből? Gyakorlatilag a helyi önkormányzati tűzoltók ugye percek alatt odaérkeztek a helyszínre, ugye ez nem mindennapi látvány, hogy itt fel is konferáltátok az esetet. Vannak extrém helyzetek, de azért ilyennel nap-nap nem találkoznak a tűzoltók. Gyakorlatilag kiérkeztek, ugye, ahogy már el is hangzott, a lába ebből a konténerből kilógott a középkorú férfinak. Egyből azt nézték, hogy hogyan tudják kiszedni ebből a konténerből, mert be volt szorulva. A zárat, amely egy lakat volt és egy pálcát tartott, levágták a lakatot, de a férfi még továbbra sem tudott. Kicsit hullámzik a vonal, hova beszélsz? Vagy kihangosítom vagyunk, Imre? Picit rosszul hallunk. Tudsz egy picit hangosabban beszélni? Igen. Most jó, igen, vagy egy fél métert adni. Jó, akkor nem mozdulok. Jó, oké. A bejelentés emlékeztek, hogy hogy jött? Hogy jöjjenek gyorsan, drága tűzoltók, egy lábló ki a ruhagyűjtő konténerből? Vagy mit mondott, aki telefonál? Egyáltalán ki volt a felesége, azt tudjátok? A szomszédos, vagyis hát a közelben lévő vendéglátó egységből érkezett nem csak nekünk, hanem a rendőrségnek, illetve a mentőszolgálatnak is a jelzés, hogy egy férfi balesetet szenvedett és a konténerből jajgat. A titkosvári önkormányzati tűzoltók pedig nem tudom, hogy mennyire lehetett érteni, a zárszerkezet, ugye le vannak zárva ezek a konténerek, egy lakattal volt rögzítve, a lakatot levágták, kihúzták ezt a rögzítőpálcát, de a férfi továbbra is be volt szorulva a konténerbe, gyakorlatilag két ilyen zárt szelvény közé, nem tudták kihúzni, ezért amit oly sokszor hallottok ti is a hírekben, feszítővágó berendezés segítségével tudták úgynyira széthúzni ezt a zárt szelvény részt, hogy a férfi gyakorlatilag kisebb forsolásokkal. Szegényke, mi ajgatott, kiabált, vagy egy idő után méltósággal tűrte, hogy felzabálta egy ruhagyűjtő konténert? Tehát mit mondott? Jajgatott folyamatosan? Szegényke. De gyakorlatilag annyira hamar kiszedték, hogy én ezeket a képeket nem is tudom, hogy készülhettek. Hát az egy kis idő, amíg odaér, amíg elkezdik, tehát az árnyékokból látszik, hogy kb. 4 ember állta körül azt a konténert, és valószínűleg mindenki fotózott. Imre, őszintén, hány lájkot kaptak a képek, amiket a kollégáid osztottak meg? Ez nincs ember, aki ne fotózza le, tehát ott vagyok, ezt én is lefotózom, hogy egy lábló ki egy ruhagyűjtő konténerből. Ez volt a leghülyébb esetetek eddig? Vagy volt ennél cifrám? Nem. Nagyon sok olyan helyzet van, amikor elsősorban mondjuk állatmentésekhez riasztják a tűzoltókat. Tehát mondjuk tavaly mondjuk itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt olyan, hogy 350 kilós hasas kocka esett egy emésztőgödörbe. Szegényki, megint elmentél egy kicsit? Itt egy helyen állok. Most jó. Tehát 350 kilós hasaskocát mentettek, akkor lovak estek gödörbe. Aha, hát az annyira azért nem vicces, igen, én arra az gondoltam, mert azért ezzel valaki beszorult egy kéménybe, amikor Mikulás játszott, gondolom, tényleg erre gondoltál, igen, nem? Igen. Beszorult egy telefonfülkébe, igen. Azt tudjuk egyébként, hogy emberünk mit akar? Tehát, hogy ruhát kivenni, bedobni, csak belenézni egy kicsit, hogy van-e valami érdekesség a ruhagyűjtő konténerbe, az kiderült? Nem, ezeket mi nem vizsgáljuk. Igen, de nem kérdeztétek meg, hogy jó ember mégis hogy került bele? Ugye a tűzoltóknak első az életmentés, aztán pedig a vagyonmentés, tehát egyből ehhez fognak hozzá. Nyilván nem se kérdezik meg, hogy most magyar állampolgár, nem magyar állampolgár. Igen. Ezt majd a rendőrség meg. Persze, de azért annyit elárulhatsz, hogy a levágott fémdarabokat elkérte. Nem. Egyébként nagyon jól képzett tűzoltók vannak. Extrém eseteket és helyzeteket egyébként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldalán is lehet látni, nagyon jó képekkel, helyzetekkel, eseményekkel. Aki pedig ilyen akár extrém, akár pedig napi életre kíváncsi, ingyenes alkalmazás a Vész
szolgáltatással, amely a mobiltelefonokra letölthető. Egyébként ez hasznos is, hiszen a közlekedőknek is, ha esetleg balesetet látnak, akkor olyan torlódást el tudják kerülni. Aztán, a minden segít neki. Ezt hogy oda tetted a végén? Ez igen. A vegyel. Ügyes. Nagyon jó volt. Jól van, oké, hát mi nagyon szeretjük ezt a történetet, elképesztő. Tehát amíg látni kell hozzá a fotót tényleg, tehát ez úgy kereg, de egész egyszerűen döbbenet. Imre, köszi, jó munka. Igen? Még egy Tiszavasváriban történt eset volt az a tavaly évben, ott például a kutya esett a gödörbe, és egy idős bácsik a kutyájáért indult, szegény ő is beleesett, de mind a ketten megúszták kisebb ijegységgel ezt a történetet. A betyárját, ez durva sztori volt. Jól van, Imre, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát neked, Dóka Imre, köszönjük szépen. Ciao, hello. Azt hittem valami durvábbat mond. Nem, hogy bemászott egy ember tényleg, aki Mikulást játszott, és a saját gyereke szedte ki, már kezdte alágyújtani. Nem, beesett egy gödörbe egy ember, azért ez nem annyira durva. Na, néztétek a fotót? De komolyan ugye? Mondom, hogy amikor először láttam, akkor tényleg a második gondolatom, ez volt az első, de a második gondolatom az volt, hogy valami mit tudom, helyi általános iskolások, vagy főiskolások, vagy valamilyen kicsit ilyen ittes hatásság elkezdett szórakozni, mert valahol szereztek egy ilyen mitől, hogy kirakott egy bábút, és berakták a két lábát, hogy röhögjön mindenki, hogy ez a tipikus. De nem. Tipikus, de nem, szó nincsen erről. Igen. Azt érdekel, hogy emberünk azt hitt, hogy a konténeren keresztül Narniába jut. Ja, szerintem a konténer alját hegesztette. Küldte nekünk, igen. Fent van már a Facebookon a képünk egyébként. Megvan a Nike új reklám témája. Ne foglalkozz semmivel, csak csináld. Egyébként. Adományozni akart, írja egy másik hallgatónk, Zoli küldte nekünk. Adományozni akart, csak elfelejtette levenni a ruhát. És ő saját magát dobta be. Na, drága hallgatók, ha nektek volt már ilyen nagy beszorulás valahova, amikor is elindultatok, hogy valakit meglepjetek, bemásszatok, megijesztetek, vagy csak elbújjatok valahova, és aztán nagy beszorulás lett belőle, küldjetek el nekünk, jó? Tényleg, amikor is úgy indult, hogy egy tréfa a dolog, és aztán valahova sikerült magatokat úgy berakni, hogy ki kellett, hogy szedjenek benneteket. Nálunk is volt már, hogy a földbásott 3-4 méter személygyűjtőbe, konténerbe esett bele egy férfi, és onnan kiabált és jajgatott. Jöttek a tűzoltók, a rendőrök, és a végén ki kellett hívni a hulladékszállító céget, aki kiemelte a konténert, és kiürítették belőle az embert. Az egész lakótelep ott nézte az akciót. Szegény. Hihetetlen. Igen. Elképesztő egyébként. Na, gyorsan egy-két közlekedés hír. Tápiószecsén a 31-es főúton van egy baleset, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon. Valamint Solymárnál nagyon lassan lehet haladni a 10-es úton. Tudunk-e valamit? Nem. Ott minden reggel lassan lehet haladni. Van egy trafi a Lágymányosi után, ha lejöttök Budáról Pest felé, akkor jobb oldalon készülnek fotózni, bele lehet futni, nehéz őket észrevenni, vigyázzon mindenki. Valamint Győrben, a Szigeti Attila úton már éber őrein kint vannak, és mérnek, Claudia hegesztő küldte nekünk. Trafi Pápán van is, az elkerülőn, Botos írja, valamint az M6-oson a 40-es kilométernél Budapest felé szintén most kezdtek el mérni, országjáró küldte nekünk. Há most ez hogy van, hogy tegnap ránk szabadították 900 helyszínen trafit? Egy napot nem engednek ilyenkor. Hogy nem fújnak egyet. Hogy érted azt mondod, hogy te srácok, tegnap mindenki dolgozott 0-24-ben, az összes trafi egy nap pihenő. Ja, azt mondod, hogy egy kicsit hűljön a szoftver. Hát felforrosodott kamerák, lézerfények. Hallod. Legalább egy nap, ma nem találkoztál? Én vagy négy helyen is láttam. Én tegnap nem. Olyan rendesen mentem, mint életemben soha. Nem, de van egy 30 ezer csekked. Az igaz. Mama már befizett. Azt láttátok azt a híradóanyagot, amikor mutatták, hogy percenként mennyi büntetés? Igen. És volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen boríték nyomtató, vagy maga egy nyomtatót mutattak, ami nyomja ki a büntetéseket. Így jönnek a büntetések? Hogy rohadna bele a tinta? Ugye, hogy szakadna bele a patron. De tényleg, szóval, hogy egy perc alatt nem tudom bele. Hány büntetést nyomnak ki, és mondták el, hogy tételesen egy perc alatt, nem tudom, több száz büntetés fut át a rendszeren. Képzeld el, még mindig Matrix nyomtatóval dolgoznám. Nem, tinta patron. Megint besült a tinta patron. 7:30 pontosan várjuk az SMS-eket, ki hova szorult már be, írjátok meg nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show, a legnagyobb
legrosszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Itt vagyunk újra Steven Tyler dala után. Miért csinált ezt meg az Aerosmith nélkül, vagy miért nem az Aerosmith szállt? Ez ugyanaz. Nehéz megfejteni. Annyira jellegzetes hangja van, hogy bárhol énekelő, akkor Steven Tyler is az Aerosmith. Tehát most csinált de a zenei stílus is ugyanaz. Igen, csinált egy dalt az Aerosmith nélkül, mint Steven Tyler, de hogy... Egyet hallottál, ugye, ahogy szoktam mondani, de ugyanaz. Fura. Ugyanaz. Kiváló gyerekek, saját utamat járom. Steven, ez a dal ugyanolyan, ne csináld már. Végre meg akarom valósítani a gondolatot, amik nem férnek be az Aerosmithbe. Igen. Én azt tőlem, hogy én legyek az Aerosmith énekese, de én Steven Tyler akarok lenni. De te vagy az Aerosmith énekese. Jó, de akkor is. Igen, tök jó dal, de hogy közben tényleg teljesen ugyanolyan, mint a legtöbb Aerosmith dal. Miért nem csináltak egy olyat, amiben Joe Perry énekes, Steven Tyler gitáros? Na, az igen. Igen. Na nézzük az SMS-eket, ugye beszéltünk arról a, hát ez számukra nagyon helyes történetről, egy Tiszavasváriban található emberfaló ruhagyűjtő konténerről, ami ugye, hát felfalt a Tibor. Micsoda technika, micsoda szenzor. Megvan a név. Megvan a neve, Tibor, a ruhagyűjtő konténer áldozata, felfalta, ugye, beszorult, és hát van róla fotó, zseniális 2 darab láb lóg ki a ruhagyűjtő konténerből, az égnek felfelé, ahogy kell. Gyönyörű, és arról beszélgettünk, hogy ki hova szorult már be. Egyébként nagyon jó történetek vannak, hogy ki mit élt már át. A kocsikulcsomat bedobtam véletlenül az óvi előtti utcai szemetesbe, mikor kotortam, elmélyülten, kedves idős nagyi megkopogtatott hátulról. Aranyoskám, van egy kis szendvicsem, szívesen odaadom. Nem, csak a kulcsomat keresem, de látom, hogy éhes. Meglett a kulcs, erre kifelé a felgyűrödött kabátom miatt beszorult a karom. Oh. Ott kepesztettem, néni mentett ki, aztán az óvodai öltözőben a szerencsétlen kunyeráló hajléktalanul folytott vele eszmecserét. Pár napig a férjemmel küldtem óviba a lányomat. Kata írta nekünk. Nekem egyszer volt olyan, hogy a tesómat akartam megészíteni, és belebújtam egy régi hajdú mosógépet, de beleszorult a lábam, és azt hittem már csak flexel tudnak kiszedni, 15 perc próbálgatás után sikerült valahogy kiszabadulnom. Az a legszebb, hogy a tesómat meg se tudtam ijeszteni, szakadt a nevetéstől. Pécset egyetemi buli után reggel hazafelé menet arra lettünk figyelmesek a barátaimmal, hogy egy szemetes szállító konténeres autó éppen emelte a konténert, mire váratlanul kiugrott belőle egy fiatal srác. Több mint valószínű, hogy ő is abban a buliban volt, amiben mi picit elfáradhatott. Lefagytunk a látványtól, nem hittünk a szemünknek. Másodperceken múlt, hogy nem darálta le a szemetes autót, oda beöntik, hát az maga vége. Benne is volt a hírekben egyébként. Emlékeztek erre? Tényleg benne volt, hogy kiugrott egy srác a konténerbe. Ott aludt el? Bealudt egy kicsit. Mi magadra húzol egy pár nylon zacskot? Egy félvekni száraz kell. Igen, valami zöldséges pakolás banán héjakol az arcolat. Lefekvés elő. Igen. Azt mondja, hogy gimiben tesőrán rendszerint bélen szerepeltem, viszont a gyűrűn egész ügyesen mozogtam. Így történt, teljes magabiztossággal nekiálltam a gólyafészek figurának, csak sportcipőben. A cipő beszorult a gyűrűbe, ott lógtam az erőködéstől kimerülve 20 percet, mire a tanár kiszabadított. Pedig 10 percet korábban vett észre. Ruhagyűjtő konténer fosztogatókat egyébként élőben nézhetek Budapesten is számos helyen. Kisebb testű ember deréktől behajolva próbálja kiemelni a ruhákat, a nagyobb testűek pedig körbeállva a konténert vidáman válogatnak. Hogy ez egy megszokott jelenség egyébként. Judit küldte nekünk. Ja. Tehát a kicsi mászik, a nagyobbak válogatnak? Igen, és van, aki által gyereket dob be, úgyhogy kötsz rá a lábára ízét kötelet, és akkor meg ki tudod húzni. És bedobod a gyereket, beengeded. Kidobálja a ruhákat, és dob ki a ruhát, kidobálja a gyerek ruhát, és utána kihúzott kötélben. Így van, mert ő azon a billenő, akármicsodán a szájon keresztül ő ki is fér. Atya úristen. Hát tanulja meg az élelmest. Az a... Én a fiam csörgőjét húztam a fejemben, le már nem jött, a férjem szedte le, ez Dorka küldte nekünk. Én gyerekkoromban még kaptárba szorultam, mert rádőlt a fa. Bendegúz gyerekek voltunk, Sanyi küldte nekünk. Haverom feje úgy beszorult a kiúszható ágy közé, hogy ketten 15 percig húztuk, és már a fától is fél méterre eljött az ágy, mert azt hittük, hívni kell a tűzoltókat. Elfordította a fejét, és így tudtuk nagy nehezen kihúzni. Ilyenkor egyébként itt könnyebb pánikba esik az ember, pedig tényleg csak ennyiben, hogy el kell fordítani. Tudod, megérzed, hogy benn vagy a csapdába, és elkezded rángatni, mint az állat közben, meg így félfordulod gyakorlatilag kiszabadítani. Nagyon-nagyon be tud tojni ilyenkor az ember. Igen, igen. Azt mondja, hogy ikerterhesen másztam a kislányom után egy játszóházban, hátizsákkal persze, beszorultam egy csőbe, se előre, se hátra, mögöttem felgyűlt 5-6 gyerek. Csak ennyit hallottam. Most akkor mész? De jó! Azért az gyönyörű. Tehát az gyönyörű. Ikerterhességgel mászol a csőbe a gyerekkel, és tudod, hogy innen nem jössz ki. És amikor érzel, hogy annyi megunják, és ne jó van, akkor én megyek. Igen.
Én is jártam így. Ülnek a gyerekek mögötted. Én is jártam egy játszóházban. Török Bálinton van egy baromi jó játszóház ott egy fönt a helytetőn, ahogy mész ugye az M0-áson. És van egy olyan hernyó, ami arról szól, hogy bent vákum van, az egyik oldalán nagy nehezen bemászol, végigmászol, és a másik oldalán megszül téged a hernyó. És úgy kell bemenni, hogy szétfeszíted a hernyó száját, és hirtelen beugrasz. És a Benny nem mert bemenni. Itt van apa Benny! Nem, semmi probléma. Apád megy előre. Mutattam. Na most ez arra van kitalálva, hogy ugye úgy tudod széthúzni a szájt, hogy oda egy gyerek beférjen. Uh-huh. Elindulsz befelé nagy magabiztossággal, de félúton érzed, hogy baj van. Tehát már tudod, hogy nem fogsz nagyon zökkenőmentesen bejutni. De akkor derekadra már szájjal elszorult, gondolom. Iszonyat szétfeszítéssel ugye elindultunk, én megyek befelé, a gyerek feszíti, majd egy után elkezd röhögni, és valahol félúton a hernyónak a szája az így rád zár. Belül nagy szél van, ezt a generátor fújja, ugye semmit nem hallasz, üvölt ezt a gyereknek, hogy húzza szét, te pedig nyomorúságosan a feled bent a hernyóban, a lábad ki, iszonyatosan kapálsz, és az egész úgy van, hogy a büfé előtt van lerakva a hernyó. Tehát mindenki látja. Tehát ezt egy sikerült így premier. Lába, brutál kapálózás, ha megpróbálsz kijönni, akkor viszont az anyagot elkezded magad alá gyűrni, tehát esélyed nincs kijönni. Ott már csak egy irány van, befelé tudsz menni, mert gyűröd maga alá a hernyó száját. Komoly vergődés, komoly fizikai munka, próbáltak, aki nem tudsz bemenni. Nem volt ott az anya. A gyerek húz, a gyerek tol, te próbálsz venni, ez egy mekkora rohadt nagy barom vagy te tényleg, hogy miért nem a gyereked ment be, és már miért kell nekem mindenhol. Majd abban hogy kell ezt csinálni. Igen. Már csak figyeld. És az egész azért volt jó, mert úgy indultam ennek a hernyónak, hogy az a lényeg, hogy a gyerekek így beugrálnak rajta. Tehát ha nagy lendülettel mész, akkor beugrasz. Kettő hátralép, beugrasz, és amikor tudod, az Ace Ventura-t megszülte ugye a kis hernyó, én befele mentem, de megfogott a felénél, ez így rád zár. Se előre, se hátra. Nem mész be. Igen. És nem jössz csak ki. Csak Jim Carrey kifelé akart jönni. Jim Carrey kifelé akart jönni az orszarul. Szóval ott azért ott a méltóságodat elveszíted. Ahogy a két kis tornacipő kapálózik, és a büféből pedig ugye az aggódó anyukák ezt vidáman végignézik, igen. És nagyon jól szórakoznak. Az a legjobb, amikor végre átjutsz. Nem kéne már felnőni. Kijössz, és azt gondolod, hogy csak az aggódó gyerek fogad, de nem. Vastaps. Igen, mindenkiről rög és vastaps. Mindig illetve... megyek a hernyóba. Mindent a gyerekért. Illetve a büfés néni rongyó ki, ő viszont csúnyán leszúr azért, hogy mit képzelsz magáról, hogy ezt használja ez a gyerekeké? Vagy az anyukák szúrják le a férjüket. Na persze, te ilyenre soha nem lennél képes a gyereké. Hát nézd meg! 20 percen keresztül szorakoztatta a gyereket. 20 percen keresztül! Te mit csinálsz? Anya, hogy a gyerek... Milyen telefonodat nyomkodod? A gyerek közül elment... Aztán, hogy jól a tervezeti sportot, tényleg azt lapozgatod, ahelyett, hogy gyerekkel foglalkodtál, nézzek a balán. A gyerek elment hármat timpongozott, négyet csúszott, ötöt dodgem, én még mindig kapálóztam, tudod, és próbáltam rohadt nyomorultú bemászni abba a szemét hernyóba. Tudod, hátul, már fárad. Nagyon nem mozog a lába. Ha elmentek ebben a játszásba, ott van a hernyó, mondom, közvetlenül a focipálya és a büfé előtt. Zseniális, csak óvatosan, kijutni már sokkal egyszerűbb. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szia, Béla vagyok. Hello Béla, veled mi történt? Vizorra leolvasó voltam hányadott életem során egyszer még régebben. Az egyik lakótelepen egy ilyen szűkebb aknába kellett lemennem, négy darab függeszkedő volt, ilyen vas kapaszkodó, kicsit teltember vagyok, tehát ráadásul még hozzá is teszem, és az alulról a második kapaszkodó hiányzott, ami ugye nem volt gond, de lefelé simán le tudtam függeszkedni. Volt egy fényképezőgép nálam, egy méreg drága fényképezőgép, ezzel lefényképeztem az órát, majd elindultam kifelé, hogy na majd én most akkor megyek tovább a dolgomra. Ugye az első lépcsőre alul fel tudtam lépni, viszont olyan szűk volt az akna, hogy a alulról ugye a harmadikra nem tudtam föltenni a lábam. Úgyhogy ott voltam benne, mint egy beszorult lábogás. Ja, értem, tehát ugye, hogy nem tudod felemelni a lábad, nem tudsz hátralépni egy kicsit, hogy felemeld. Igen, sehova, mert annyira szűk volt az akna. Próbálkoztam nagy erőkkel, semmi nem történt, végül már elkezdtem ott kukarékolni, hát ha valaki megjelenik, aztán csak kihúz, vagy valami történik. Sehol senki, de hát muszáj volt kijönnöm, a nyakamba ugye egy méregdrága fényképezőgép. És hogy jöttél ki? Hogy jöttél ki végül? Azt csináltam, mint Rambó, hogy fölugrottam, fölkapaszkodtam a két kezemmel az aknának a tetejére, és így föltoltam magam, fölnyomtam magam nagy erő feszítéssel, utána három napig nem tudtam semmit megfogni, hát természetesen olyan izomlázam lett, és így kiszabadultam tulajdonképpen, megúsztam. Igen, és értelem az ember egyedül marad, és egyszer rájössz, hogy ezt most neked egyedül kell megoldanod, tudom ilyen.
Tehát, hogy borzasztó volt, igen, sehol senki a környéken. Igen, 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 és rájössz, hogy ezt most vagy megoldod, vagy ott maradsz. Én vagy ott pusztulok meg, igen, mire jövőre jön a következő vízola leolvasó, és akkor ott ez a Béla olyan jó ember, hogy úgy eltűnt, és ott vagy egy aknában, tudod, megtalálnak majd egy év múlva valahol. Mint a Kunhalmokat, igen, igen, megtalálják, igen. Béla, maradj itt játszani, mit szólsz hozzá? Ha már ilyen jó történeted volt, megajándékozunk egy játékkal. Van kedved, mit mondó rát játszani? Megoldjuk. Jó, figyelj. Na, mit mond óra ez a kérdés? Visszafelé beszélünk. Ülészem élet a szív. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Ja, újra, hello. Aki válaszol, Béla. Hello, Béla. Nem beszéltünk, de ismerős hangot. Igen. Na figyelj, egy darab híres emberünk maradt. Ez a legnehezebb. Csak hogy vigasztaljalak. Jó? Hú, király. Mehetünk? Igen. Próbálj az elejére, vagyis hát a végére koncentrálni, az az eleje. Jó? Na figyelj, jó. Indítjuk az órát fél percet van, figyelj. Sakra, ne lepp meg. Ne lepp meg. Sakraf. Sakraf, az mi lehet? Sakraf. Soha nem tudtam játszani veletek már így a rádión keresztül, egyszerűen soha nem jöttem. Sakraf. Nem róka. Nehéz volt, ez nehéz volt, mint híres ember is nehéz. Kempelen farkas. Igen, hát, igen, a farkas az úgy, valahol meg volt. Sakraf, az meg kellett, hogy legyen, igen. Kempelen igen. Farkas, igen, igen. Igen. Hát ez nehéz volt. Nehéz, igen, köszönöm. Ugye, szépen. Milyen kedvesen jutalmaztuk a sztoridat? Látod, kaptál egy kempelen farkas, csak igen. Azért, hogy jobb kicsit legyen a pénteket. Beégettünk a játékba, hogy nem igen, tudtad kitalálni. Igen, mert csak játékos kell, így van. Igen. Köszi a játékot, ciao. Hello. Köszönöm szépen, sziasztok. Szia. Hello. Kempelen farkas, hát azért az nem, nem egyszerű, nem? Nem. Igen. Na, jól van. Elmegyünk egy picit reklámozni, jó? Aztán jövünk vissza nem sokára. Ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjétek. 5 perc, csak 4. Azt hiszem, mennyi az idő. Ne, 3 perc, egyé. 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Szóra múlt 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, egy újabb remek Prince dal. Jó kis dal volt ez. És azért jó dalokat csinált, ugye? Jó dalokat csinált. Erre talán kevesebb emlékeznek. De ez is egy olyan jó hangulatú dal, hogy ha nem is szereted igazán, vagy szereted Prince-t akkor is. Az ember úgy, mert szívesen hallgatja. Jó kis dalocska volt. Igen, nekem mindig ez jut az eszembe róla. Nem egy szabályos dalkészítő volt, tehát nem ez a verse sémában gondolkodott, de nagyon feelinges dolgokat csinált. Meg rögtön felejtett őket ismerni, és szerintem egy nagy előadónak ez a leginkább, a legfontosabb sajátossága, hogy néhány hang is már tudott, hogy ki ő, mi ő. Igen, 100 millió eladott példány. Azért az, hogy milyen számok ezek, nem? Jézus. Ugye? Döbbenet. A fénykorban Magyarországon a legnagyobb előadók 1 milliót eladtak. De hát ez a 70-es évek, igen. Ott meg 100 millió. Igen. Na nézzük gyorsan, hogy mit írnak a hallgatóink. Az Ülői Ecséri kereszteződésben közúti baleset a középső sávban, helyszínen és még nincs, a körútig torlódnak a járművek, a vízes kalácsos küldte nekünk. 10. kerület Kőbánya, a Gergely utca, Kőér utca kereszteződésénél nagy karambol van, mindenki vigyázzon. Szilvi küldte nekünk. Aztán az M7-esen
nagyon-nagyon-nagyon lassú haladás a 80-as kilométernél, de nem tudom, hogy miért. Küldjétek el, Lici, ilyenkor azt is, ha látjátok, jó? Tízes út befelé áll végig a Solymári körforgalomnál, valamint Kenderesnél útépítés miatt nagy a torlódás a 4-es számú főúton. Eris küldte nekünk. Győrben a Szigeti Attila úton már éber őreink ébren vannak. Vigyázzatok, Claudia Hegesztő küldte, valamint Trafi Pápán az elkezdőn. Ma is annyi trafi van, mintha még nem zajlott volna le 24 óra speed maraton, vagy kint felejtették őket, vagy nem hívták vissza őket, és nem mondták el, hogy gyerekek, vége, gyertek vissza. Csütörtök reggel kezdődik speed maraton, tessék kimenni. Ezek már az úgynevezett utóvét harcok. Igen, tehát most már defenzívában vannak, de még csapataik egy része harcban áll. Folyamatosan vonják ki őket a frontvonalról. Idő kérdése még, amíg mindannyian visszavonulnak a főadiszállásra, a bázisra. Igen. És addig még mérnek, mérnek, kapcsolják le őket a biztonság kedvéért. Igen. Na, nekünk vendégünk van itt a stúdióban, aki posztolt egyet a Facebookján, és 150 ezeren kattintottak, több mint 12 ezeren megosztottak, 10 ezer lájkot kapott. Nem sarkakatársak. A siker! És a legújabb dekoltás. Nagyon érdekes a téma, amiről írt, mert hogy a poszt címe, ha jól emlékszem, az volt, hogy baj van a magyar iskola rendszerrel. Ezt most halljuk, és közel sem arról van szó, hogy mi politizálni szeretnénk, mert hogy Deli Ága Éva, gyermekpszichológus a vendégünk. Hello Éva, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! És ugye azt írtad ebben a posztban, hogy sok a megbetegített lelkileg, az iskola rendszer által megnyomorított gyerek, félnek, szoronganak, a legtöbbjük egyébként kiválóan teljesít, és közben testileg, lelkileg nincs jól. Hát ez a kis írásod aztán útjára indult, és elképesztő sikeretet szert az interneten. Ezért gondoltuk azt mi is, hogy meghívunk, és egy kicsit beszélgessünk a gyerekekről, a szorongó gyerekekről, a rossz iskolarendszerről, abból a szempontból most, hogy mi nem politizálunk, hanem hogy hogyan lehetne ezt gyermekközpontúvá tenni, és te, aki egyébként naponta találkozol ezen gyerekekkel, úgymond idézőjeles áldozatokkal, lehet így mondani, mit tapasztalsz. Gondoltad valahogy ekkora siker lesz, amit egyszer csak posztoltál? Én voltam a legjobban meglepődve, én szimplán csak annyit tettem, hogy a saját személyes tapasztalataimat írtam le, próbáltam több módon hozzányúlni ehhez a témához, és arra jutottam, hogy nekem tényleg csak arról szabad írnom, amiről biztos tudásom van, ezért is kezdtem példák felsorolásával a cikket, és nagyon meglepett, hogy ennyien olvasták. És a hozzászólások, több mint 460 darab hozzászólás érkezett. Számomra azt bizonyítják, hogy egy általános problémáról van szó, hogy én is tapasztaltam. Tehát hozzám is különböző családok jönnek, rendkívül sokféle iskolába járnak a gyerekek, mégis hasonló problémákról számolnak be. A hozzászólók voltak olyan kedvesek, kb. A 80-90%-uk támogatta azt a fajta szemléletet, amit én is megfogalmaztam, és saját személyes példájukon keresztül bizonyították, hogy bizony-bizony nap mint nap ők is ezt látják. Tehát sok a leckéje a gyerek. Alig van szabad ideje a családnak, a család élettől, a minőségi együtt töltött időtől veszel időt az iskola, még délután, négy után is bele kell szorítani valahogy az edzést, meg minden mást a napba, és ez nagyon nehéz. Sokszor hétvégén is, ahogy írtam a példában is, már vasárnap szorongattól a kisgyerek, hogy másnap iskolába kell menni. Abban a pillanatban, hogy ott van ez a szorongás, megfelelési vágy, előjönnek a testi tünetek is, tehát gyakorlatilag már nem tudja elmondani, megfogalmazni, hogy mi a baja, csak úgy láthatóan levert, szorong, sírós, rosszul alsz, és akkor jön a hányinger, a szédülés és a különféle betegsége. Meg is vagyunk, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szép kerekek, ilyen mondatok, így van. Ugye mindenkinek sok baja van a magyar oktatással. A tanárok ezt mondják, mások azt mondják. A szülők mást mondanak, a gyerekek mást mondanak. Ha mondjuk egy gyerekpszichológus szemüvegén keresztül nézzük a dolgot, akkor szerinted mi a legnagyobb baj, és én most a gyermekek szemszögéből közelítem nyilván a dolgot, hogy azon gyerekek által, akik hozzád eljönnek, vagy szülők, akiket ugye te is előbb említettél, jönnek, és hozzák el a gyermeket. Mi szerinted a legnagyobb probléma, vagy mi kellene változtatni? Szerintem már elhangzott ez a szó, és ezt egy szóban úgy foglalnám össze, hogy az iskola nem elég gyermekközpontú. Tehát pszichológiai szempontból nincsenek azzal tisztában, hogy mik a fő tulajdonságai mondjuk egy iskolát kezdő gyermeknek, és egy olyan rendszer találta ki, amiben megpróbálják belepréselni a gyermeket. Tehát nem onnan indulnak ki, hogy milyen a gyerek, és rászabunk valamit, ami igazán az ő korához és érdeklődéséhez való, hanem van egy rendszer, és a gyereknek lenyesegetjük azokat a részeit, ami nem passzol bele a kockába. Hát, mert ez a nehezebb rész, ugye, hogy minden egyes gyermekre személyre szabottan odafigyelni. Sokkal egyszerűbb felállítani egy pontozó rendszert, százalékosat, vagy ugye öt pontosat, és abba beszorítani a gyereket. Csak tehát, a pedagógusnak ez lenne a feladata egyébként, nem visszaütögetni gumikalapáccsal az összes többi között deviánsokat.
A pontozó rendszer igen fontos, én is azt látom, hogy a szorongásnak az egyik alapja, hogy valahogy az derül ki, hogy nem szabad hibázni, tehát valahogy rá van téve ez a kényszer a gyerekekre, nincs meg az a játékosság, az a kötetlenség, a kíváncsiság, hogy ú, de klassz, nézzük meg, hogy működhet ez, ú, milyen érdekes, és ugye észrevétlenül tanulnak a gyerekek, ellenkezőleg nagyon frontális az oktatás, inkább arra alapul, amit nem tud a gyerek, és hát olyan iskolák is vannak, ahol bizony strigulát, fekete pontot bőven osztogatnak. A szülő tud segíteni azzal, ha azt mondja, hogy figyelj életem, nem baj, ha 40%. Teszek rá, menjünk focizni. Nagyon komplex a probléma, én is azt látom, hogy egyrészt van egy rendszer, ebben a rendszerben kénytelenek és szocializálódtak a szülők is, ebben dolgoznak a pedagógusok is, emellett vannak azok a pedagógusok, akik nem valók a pályára, tehát már nem igazán motiváltak, ingerlik őket a gyerekek, és nincsen türelme a gyerekekhez. De fognak téged ezért a mondat és szeretni. És ott vannak a szülők, igen, én egy független szempont vagyok, tehát én senkinek sem állok az oldalán, én a saját magamét képviselem, amit gyermekpszichológusként látok, és valóban ott vannak a szülők, megint két pólusú a történet, az egyik szülő az ráteszi a szorongást a gyerekre, akár a saját példájával, tehát mondjuk az egzisztenciális szorongástól hajtva, amiről persze megint lehet, hogy nem ő tehet, a gyerek azt látja, hogy este hétre jár haza a szülő, és reggel 6-kor elindul a munkába, tehát hogy saját magára is ilyen nagyon nagy követelményt rendszer helyez. A másik szülő pedig, ahogy te mondod, próbálja oldani ezt az egészet, hogy nem baj, legyünk lazák, nem olyan fontosak a jegyek, de én még akkor is azt mondom, hogy ez a gyerek körülbelül napi 8 órát az iskolában tölt. Ami ott átjön neki szemlélet, az bizony hatással van rá. Tudsz mondani egy-két konkrét példát? Tehát honnan én szülőként mondjuk, ha foglalkozom a gyerekkel, de nem vagyok szakember, akkor honnan veszem azt észre annál a gyereknél, aki egyébként kitűnő? És lehet azért kitűnő, mert megfelelési kényszer van benne, mert szorong, mert fél attól, hogyha becsúszik egy 4-es, akkor mit szólnak az osztálytársak, a szülők vagy a tanár, akinek nyilván egy 8-10 éves gyerek maximálisan meg akar felelni. Hogy veszem észre azt, hogy a gyermekem szorong, ennek milyen jelei vannak, vagy te milyen kézzelfogható jeleket tapasztalsz a gyerekeken, akik eljönnek hozzád? Általában, hogyha már 8-9 éves gyerekekről beszélünk, ők azért már viszonylag jól meg tudják fogalmazni azt, amit éreznek. Tehát sok esetben beszámol a szülőnek arról, hogy mi történt az osztályban, hogy viselkedett vele a tanítónéni, ő mit érez, ú, most dolgozat lesz. Tehát ilyen szempontból szerencsére nem kell csak árgusan figyelnünk a jeleket, hanem tényleg el is mondja a gyerek. Amit még tudnánk mondani, az az, hogy megváltozik a hangulata, tehát levertebb lesz, feszültebb lesz, elkezdi elkerülni ezeket a helyzeteket, tehát mindig pont akkor, amikor dolgozat jön, azt látjuk, hogy megbetegszik, belázasodik, szédül, hány ingere van, reggelente arra panaszkodik, hogy fáj a hasa, olyankor gondolhatunk arra, hogy az iskolában túlzott elvárásokat támasztanak fele, és ő úgy gondolja, hogy nem tud ezeknek megfelelni, és valahogy emiatt próbál szegényként kikerülni ebből a helyzetből. Megbetegíti magát. Igen, hát a pszichoszomatika az egy nagyon komplex történet, tehát a léleknek ott van a terhe, és valahogy a test tudja megmutatni ezeket a tüneteket. Én nem arról beszélek, hogy ezek a gyerekek csúnya módon manipulálni próbálják a szüleiket, én inkább azt látom, hogy eszköztelen a gyermek. Tehát azért mondogatja, sír, azért a szülőnek csak el kell mennie dolgozni, a gyerek csak tanköteles, most hát nincs mit tenni, be kell vinni az iskolába, és hogy ennek a helyzetnek a tehetetlenségét mutatja úgy ki a gyerek, hogy hát akkor már testi szinten kezd tüneteket produkálni. Teljesít, de közben belül szorong, igen, ugye? Igen, én is ilyen példákat hoztam, hogy azt látom, hogy tulajdonképpen az iskola szempontjából az égvilágon semmi baj nincsen ezekkel a gyerekekkel. Elképzelhető, hogy csendes, alkalmazkodó, betartja a szabályokat, jól teljesít, jók a jegyei, és mégis rosszul érzi magát a bőrében. Hmm. És ezekre a jelekre is oda kell figyelnünk. Tudsz mondani egy-két konkrét esetet? Itt van egy 5-es szemüveges kisfiú, egy legjobb hírű általános iskolába járó másik fiú, egy 6-os lány, nyilván itt a neveket, meg nem tudom, az osztályokat kicsit megváltoztatta. Igen, hogy ne legyenek felismerhetőek. Olyan lányról, aki minden nap sír hazafelé, mert hogy úgy érzi, a tanítónéni nem szereti. Hát ez egy nagyon érdekes esetem volt, itt a konkrét esetből merítek. Hát biztos ti is ismeritek azt a helyzetet, amikor a tanítónéni pikkelni kezd egy gyerekre. Uh-huh. Itt bizony úgy tűnik, hogy ez történt, tehát ebben a helyzetben nem csak és kizárólag az iskola rendszer tudnám hibáztatni, hanem konkrétan a pedagógiai eszköztárat, amit ez a tanárnő használt. Ez egy nehezen kezelhető kislány abból a szempontból, ő nem a kitűnő típusú, hanem az, akinek a differenciált oktatásra lenne szüksége. Már kiskorától kezdve én ismerem őt, óvodáskorában is rettentően figyelmetlen, álmodozó volt, amúgy egy végtelen jó lelkű,
nagyon-nagyon szeretetigényes, gondoskodó, az állatokat imádó kislányról van szó. Pont ezt szeretném hangsúlyozni, hogy számtalan értéke van, de hát mondjuk a tanárnéni szempontjából egy kicsit kajla, egy kicsit többször rá kell szólni, és bizony ott nagyon-nagyon kiélesedett a helyzet. Egyébként azóta úgy tűnik, hogy lett megnyugtató megoldás, a szülők bementek, beszéltek a tanítónénivel, és ez nagyon sokat változtatott azon, hogy a tanítónéni látta ezt a kislányt. Tehát elkezdte meglátni a személyiségét és a valódi értékeit, azóta az iskolában is jobb a helyzet szerencsére. Ezt a típusú rugalmasságot mennyire tapasztalod a pedagógusok részéről? Van, aki elutasító, és azt mondja, hogy neki nem mondják meg, hogy művelje a hivatását. Már 50 éve tanítom, ugyan nekem nem mondja meg ezeket. Hát ez egy nehéz dolog, ugye, amikor az iskola rendszerről beszélünk, akkor bizony ott van az a tanítónéni, aki mondjuk még a 70-es, 80-as években tanulta a szakmát, és ehhez a generációhoz, aki most 7 éves, nem olyan nagyon sok köze van. És most nem csak a technikai vívmányokra gondolok, hanem egyszerűen elment mellettük a világ. Tehát már nincs olyan eszköztára, hogy kapcsolódni tudjon ezekhez a gyerekekhez. Én azt látom, hogy a jó indulat meg lehet ezekben a pedagógusokban is, de limitált az eszköztáruk. Tehát nem fog tudni változtatni azon, hogy ő ordibál a gyerekekkel, és mondjuk az a gyerek, aki szorongó, és rá soha nem kell rászólni, is fél tőle, mert látja, hogy a többiekkel kiabálni szokott. Tehát hiába beszélek vele, hogy az én gyerekem borzasztó rosszul érzi magát amiatt, mert kiabálás van, onnantól is kiabálni fog. Nincs más eszköze. És ráadásul a legtöbb szülő szerintem be sem mer menni, vagy nem jutnak el idáig, amit te mondasz, tehát nem veszed észre a jeleket. Jó van, megint vasárnap este megint fáj a feje, tudom, csak azért mondod, mert hónap iskolába kell menni, holott már tényleg fáj a gyerek feje, észre se veszi, vagy nem kezeli ezeket a jeleket. És nem mer bemenni. A pszichológusig nem jutnak el, mert azt mondják, ők is tartózkodnak a pszichológusok, hogy az én gyerekem nem beteg. Igen, hát. Miért kéne pszichológushoz vinni? Itt jó lenne nyilván, hogyha a pszichológus szakmának nagyobb lenne az elismertsége, én ezért is harcolok is, küzdök, hogy ez a fajta pszichológiai ismeretterjesztés, ez mindenki számára elérhető legyen, méghozzá közérthető, hát mindennapi nyelvezetben. Hát a pékek is azért küzdenek, hogy az emberek egyenek kenyeret. Az nem küzdenek, az emberek mennek kenyérért, de pszichológushoz nem feltétlenül. Ezzel lehetne változtatni, de egyébként tényleg a cikkben is azt fogalmaztam meg, hogy nem kellene pszichológushoz járni ezeknek a gyerekeknek, egy kicsit élhetőbbé kéne tenni az iskolát gyermekközpontúbbá, és már nem lenne szükség. Igen, szerintem ezt nem lehet egyébként egyértelműen csak a tanárok nyakába varni. Tehát ebben benne van szerintem, hogy haladni kell a NAC-nak az a fajta mennyisége, a Nemzeti Alaptanternek az a fajta brutális mennyisége, hogy a tanárokat számon kérik, ha nem ott tartasz májusban és bekérnek téged, és leellenőriznek, és nem vagy ott, akkor annak retorziói vannak. Tehát, hogy itt ebben kicsit szerintem mindenki ludas, 100-200 éves poroszos, nagyon durva oktatási rendszer, amiben mi egyszerűen beleszocializálódtunk. Aztán mondják sok, hogy persze ezt mi is túléltük, de hát, hogy a magyar oktatási rendszer, meg ez a fajta poroszos oktatási rendszer a legfurább rendszer. Belegondoltok, olvastam egy baromi jó idézetet, azt mondta, hogy nagyon érdekes a magyar oktatás, mert azt kérdez, aki tudja. Ugye, ez egy Karácsony Sándor idézet. Egyébként azt kérdez, aki tudja, hogy mennyire fontos lenne egyébként a gyerekeket hagyni kérdezni, együtt gondolkodásra tanítani, motiválni őket, helyzetbe hozni, csoportosan gondolkodni, érzelmi intelligenciát fejleszteni. Itt mi történik? Kiáll egy ember, és teljesen 300 éves alapokra hagyatkozva megkérdezi, amit ő egyébként tud. Fordítva kellene, hogy működjön, nem? Ha hát belegondolva... Megvan a veszély, hogy olyat kérdeznek, amit nem tud a pedagógus. Tehát a magyar oktatási rendszer mindig arra kíváncsi, hogy mit nem tud a gyerek. Igen, meg közben hát a frontális kellene, oktatás, a frontális ugye az oktatás. Alapja az egésznek. Igen, szóval, hogy, de hogy ez egy nagyon komoly változás kellene, hogy legyen. Itt a tanároknak egyfajta szemlélet, amiből ugyanúgy beleszocializálhatnak a szülőknek, a gyerekeknek. De hát most már azért azt hallani, hogy nagyon sok alternatív suli általános iskola kezdi úgy kinőni magát, ahol a gyerekek azért kisebb létszámban tanulnak, csoportosan, együtt dolgozva, felállhatnak az órán, nincs 45 perc. Tehát egy elsős gyereket például leültetni 45 percre, az felér szerintem egy testi kínzással, amikor egyszerűen agyilag, fiziológiailag nem képesek még 45 percet végülni. Majd föláll a gyerek, beleordítják, visszaverik, mint a százasszöget, közben nem tartott 7 évesen. Se a természetes fejlődésében, hogy ő 45 perc alatt egyébként így végigüljön mozdulat. Ez is egy probléma egyébként. A sok hozzám forduló szülőnél azt látom, hogy most kezd iskolát a gyereke, és ott van az a jelenség, hogy most már indokolt és elvárt, hogy a legtöbb gyerek 6 évesen menjen iskolába. Igen, ám, de az osztálytársak között mindig lesz olyan, aki 7 éves, 7 és fél éves, és ebben az életkorban még óriási a különbség. Hát tehát az egy év, az a gyerek lesz előnyben, aki idősebb. Igen. Visszaverik, aztán ülj le, aztán azt mondják, hogy renitens, viselkedés zavaros, hiperaktív, közben nem, csak nem képes vissza. Ez borzasztó fontos, amit mondasz. Én azt látom, hogy ez a címkézés, ez nagyon él, és sajnos nagyon megbélyegző tud lenni, és az, hogy indul egy kisgyerek karrierje első osztályban, befolyásolhatja az egész életét abból a szempontból, hogy meghatározza a tanuláshoz való viszonyát az egész 8 évre. Jó, ilyenkor megjön ugye a másik oldal, aki azt mondja, hogy ezt mi is túléltük.
Ugye? Szóval, hogy de nem, hát hallasz ilyet is, hogy na, hát ez az én időben így volt, azért nézd meg, belőlünk is lett valami. Nem? Ugyanezt éltük túl? Hát ugyanez volt, ez a fajta hát poroszos, hát emlékszel az orosz tanárodra, én igen, aki húzta a fél lábát, ott úgy fejem vágott, ha nem ültél vége 45 percet, senki nem érdekelt a gyerek lelke. Ma már nem vághat fejem, mennyi különbség van? Ma már a diák vágja fejem a tanárt, amit felvesznek mobiltelefonon. Nagyon sokat változott a világ, én azt látom, hogy ebben a felgyorsult világban a gyerekek is valahogy mások. Tehát nem mindegy, hogy akkor mindenki faszappant használt, mert igazából csak az volt, és nem voltak ilyen nagy osztálykülönbségek, ma azért sokkal jobbak a lehetőségek, és muszáj kitekintenünk a világba. Tehát akkor nem is volt rá lehetőségünk, most pedig azt látom, hogy kötelességünk. Tehát az európai felmérések eredményét, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy azok az iskolák, amik arra alapulnak, hogy az első 4 osztályban kell megtanulni olvasni és írni, és nincs ez a fajta sürgetettség, sietettség, abban a helyzetben vannak, hogy jobb tanulóvá válnak a diákok, az életben való beválásuk lesz jobb, hiszen a szövegértésük sokkal stabilabb. Hát hogyne, persze, csak mit csinálsz egy olyan osztályban, ahol például 25-30-an vannak, szóval ott nem tudsz más csinálni, csak azt, hogy egységként kezeled az osztályt, és nagyon pici trükkökkel próbálsz egy-egy gyerekhez alkalmazkodni, hát iszonyatos gyerek mennyiség van, nem? Tehát ez már inkább a rendszerről szól. Ha van 25-30 gyerek, ember legyen a talpán az a pedagógus, aki egyenként majd figyelembe veszi, hogy ő végigüli, ő nem üli, ő érzékeny, ő inkább fuvolázna, ő a zenéhez ért, őt viszont utálja a matekot. Tehát ezért komplex a probléma. Így van, én is ezt szoktam mondani, hogy nagyon komplex a probléma, és hát minimum ez a három része biztos, hogy van. Tehát az iskolarendszer, a pedagógus és a szülő. Gyerek érdekét nézzük ebben az egészben. Mit csináljon a szülő? Tehát hol van az a pont, ahol például változtatni kell? Oké, dolgozat előtt fáj a hasa, megpróbálod rágyúrni. A gyereknek egyre több szünete van. Tudom, hogy nem lehet áthasítani, de olyan ez a pont, ahol vagy menjenek el hozzád, vagy vegyék ki a gyereket, vagy változtassanak. A gyermekpszichológus segíthet abban, hogy diagnosztizálja a problémát, tehát elbeszélget a szülőkkel, megnézi a gyereket, készít egy felmérést, és jobban rálát arra, hogy mi az, ami igazán a problémát jelenti. Az én munkám során sokszor látom azt, hogy néha előfordul, hogy a gyermeknek tanulási nehézsége van. Tehát kiderül, hogy ő iszonyatosan nehezen alkalmazkodik az iskolai követelményekhez, de azért, mert abban a bizonyos részképességben ő nem átlagos szinten van, hanem sajnos átlag alatt. Olyankor tudunk egyfajta egyére szabott speciális fejlesztéssel segíteni. A legszélsőségesebb esetben, ha elméletileg neki való lenne az iskola, tehát minden képessége megvan hozzá, és mégis túlzott szorongást generál, akkor bizony én szoktam az iskolaváltást is javasolni a szülőknek. Azt a szülő jobban féli valahogy, mintha az olyan nagy trauma lenne. Mert a gyereknek. Sérül a gyerek, sérül hogy kiszakítod az osztályából. Közben aztán ez sokszor a szülő dramatizálja túl, berakod egy olyan közegből, jól érzi magát, és a gyerek egy hétemből kivirul, nem? Ezt is látjuk, igen. A gyerekek működnek még nagyon érdekesen, azt a példát tudnám hozni, mintha bántalmazottak lennének. Tehát biztos ismeritek azt a helyzetet, hogy egy bántalmazott gyerek nem tud és nem akar és nem mer kilépni a helyzetéből, inkább ezerszer választja az ismert rosszat, mint a potenciálisan, ám de nagyon ismeretlen, esetleg jót. Ugyanez van az iskolaváltással, ő úgy érzi, hogy kudarcot vall, nem felel meg, mit fognak róla gondolni, ő ezt már kvázi megszokta, nem akar váltani. Én a gyerekekben látom mindig a legnagyobb ellenállást. És hogy te is mondod, aztán váltanak, ha tényleg sikerül jobb helyre menni, akkor meg kivirul, és hát zongorázni lehet a különbséget. Az elején azt mondtad, hogy a posztoddal egy olyan 80-90% egyetértett. Ha két mondatot mondasz arról a 10%-ról, hogy ők mit mondtak, akinek nem tetszett, mert az is egy érdekes hát dolog. Hát ugye a nagyszámok törvény alapján tényleg azért 13.400 megosztásról beszélünk, több mint 10.000 like-ról. Én azt látom, hogy vannak a trollok, tehát ők azt tanácsolják, hogy én milyen melegebb éghajlatra távozzak. Ja, ezt is ismerjük, ez igen. Az egyik része. A másik része pedig pozitív példát hoz, tehát azt mondja, hogy ő például tanítónéni, és őt nagyon szeret a diákok, és a diákok, ő azt látja, hogy elégedettek, és jól fejlődnek, és hát talán ilyenek az arányok, hogy a 90% megerősíti azt, amit én mondtam, hogy szorongáskeltő az iskola, és akkor ott van ez az elenyésző, sajnos kevesebb, mint 10%, ahol azt látjuk, hogy minden jól működik, és mindenki elégedett. Azért a szülőket is említjük meg, mert a szülőkben is kialakult az elmúlt jó pár évben szerintem egy olyan félelem, hogyha a gyereket nem járatom 6 külön foglalkozásra, ha nem beszél már 10 évesen 2 nyelvet, közben nem vízilabdázik nagyon ügyesen, és hárfázik jobb kézzel, akkor a gyerek valamiről de lemarad. Vízilabda közben. Vízilabda közben, és ha már általános iskola a harmadik osztályban nem beszél folyékonyan angolul, akkor a gyerek valószínűleg sosem fog beszélni. És belerakják őket egy olyan
versenyistáló szemléletbe, ahol nem történik más, mint a szülő éli ki a gyereken magát úgy, hogy már pedig tanuljál, cibálja foglalkozásról foglalkozásra. Tehát ezt már az óvodában is látni egyébként sok helyen, hogy 4 órakor megy be, öltözteti a gyereket, üti, vágja, rohanjál, mert még van 2 foglalkozás, 3 óra, és a gyerekkel nem történik más, mint rángatják este 7-ig balra jobbra. Tehát sokszor ebben azért a szülő is ludas az oktatási most már, rendszer most mellett. Most már mindenkit szíttunk, úgyhogy most nem, a szülőn nem, a sor. Nem, csak azt gondolom, hogy néha a szülő teljesítménykényszer, amit a gyerekre nyom át, az is egy óriási hiba. Közben a gyereknek csak rohangálnia kéne kint a kertből, vagy ez nagyon-nagyon fontos. Én is azt látom, hogy a gyerekeknek a játék hiányzik, meg a minőségi együtt töltött idő a szülővel. És valóban vannak ezek az úgynevezett helikopter szülők, akik az egyik foglalkozástól a másikig rohannak. Itt is azt mondom, hogy a gyermek érdekét kell figyelembe venni. Tehát, hogyha a gyerek leterhelt, mondjuk elkezd tikkelni, hozzám például sok tikkelő gyerek jár, akkor meg kell azt nézni, hogy van elég mozgás, van elég szabad játék az életükben. És hát ezt a szorongást is valahogy le kéne venni a szülőktől, tehát itt is meg kell nézni a probléma okát, hogy ők miért rettegnek attól, hogy majd a gyerek nem fog beválni, vagy nem fog tudni jól teljesíteni. Valahogy a világ lett ennyire teljesítménykényszeres, hogy már az általánosban már tanuljon nyelvet, már 6 évesen már edzen valahol, 8 évesen igazolják le, 10 évesen már álljon a dobogó tetején, nem? Tehát, hogy ez bennünk szülőkben alakult ki, az a fajta félelem, hogy ha ez nem így van, akkor a gyereket később lemarad valamiről, nem lesz elég értékes, elég fontos, elég jó, nem fogják fölvenni, és 6 évesen már vizionálod, hogy a gyerek nem lesz egyetemista, és közben egy aranyos forsa. Gyereknek Balázs. Jó, persze. Nálunk 6 foglalkozás van naponta, és 4 külön óra vicce, ezt én tudom a legjobban. De hogy közben ez a szülő szorongása, amit áttesz a gyerekre. Van. Hát ne felejtsük el, hogy mi is ebben a rendszerben szocializálódtunk. Ugye pont arról beszélünk, hogy hát nem olyan nagyon sokat bírt változni az iskola az ez a fajta kényszer nem volt. Lementél utána a grundra, nem kellett még 6 nyelven beszélned, rúgtad a labdát, este 8-kor hazamentél, most idézőjeles, hát nem volt ez, hogy Pistike, 6 éves vagy, még nem beszélsz angolul, úgyse belúglak, hogyha nem tudsz. Jó, mondjuk 8 évig tanultam oroszul, egy szót nem tudom. De a nyetet tudod. Ja, de jó, de nézd meg, hogy mi lett belőle. Nézd meg, semmi. Ahogy arra számítani lehet. Ezért is lenne fontos a pszichológiai ismeretterjesztés, tehát, hogy talán a szülőknek is azt kéne kommunikálni, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott gyermekkor mindenféle ilyen extra foglalkozások nélkül többet ér, és jobban felkészíti a gyermeket a várható nehézségekre, mint ha már az elején ilyen nagy mértékben leterhelik. Itt is szükség van egyfajta érzékenységre, tehát a szülő ne a saját sorsát próbálja kiélni a gyereken, hogy én nem lettem balerina, de majd a gyereket 4 éves korától járatom balettozni, hiába túlsúlyos szegényként, vagy utálja a balettot. Tehát, hogy meg kell nézni azt, hogy mi a gyermek szükséglete és igénye, és ehhez kell érzékenyen viszonyulnia a szülőnek. Oké, és mit csináljon az a szülő, aki csak jót akar, 4-kor elhozza a gyereket, de még le kell ültetni 2 órát tanulni, mert egyébként nem lesz meg a lecke, nem kiszúrásból teszi, nem azért csinálja, mert tényleg rosszat akar a gyereknek, hanem próbál neki segíteni, de 8:30-ig ott kell vele ülni, matekozni vagy olvasni, mert nem megy a fejébe, segíteni arra akar a gyereken, de mégse tudja kiengedni focizni, mert közben a gyerek lemarad. Szóval azért a szülő helyzete se könnyű ugyanakkor, így nem? Van, hogy... Így van, sok ilyen családdal találkozom, tényleg azt látom, hogy nagyon szeretőek, nagyon motiváltak, nagyon gondoskodóak a szülők, és az iskolai élet begyűrűzik a család életben. Nagyon nehéz helyzet. Én azt mondom, hogy minimális erőfeszítéssel és minimális idő alatt valahogy le kell tudni azt sok szülői segítséggel azt a bizonyos leckét, és utána amennyire tudják helyezzék a hangsúlyt a minőségi együtt töltött időre, a szabad játékra, a mozgásra, a családi programokra. Meddig lehet egy gyereket erőltetni? Tehát hol van a természetes ellenállás, hogy mondjuk nem akar menni foci edzésre, hogy ismeri azt fel a szülő, és hol van az a pont, ahol már ha tovább nyomom, inkább ártok. Mert ugye az se jó, hogy a gyerek azt mondja, hogy nem akarok járni, egyből kiveszed mindenonnan. Tehát azért legyen egy kis akaraterő, legyen egy kis önuralom a gyerek azért. Sportolás egy nagyon klassz téma. Én sokszor azt látom, hogy maga a sportolás ötlete nagyon jó, a kiválasztott sport nagyon jó, és sokszor van összenemillés az edző és a gyerek között. Tehát gyakorlatilag úszó edzésről van szó. Múlt heti példa, tényleg csak a példákat tudom sorolni. Eljön hozzám az anyuka, és elmeséli, hogy hát igen, az ő kis lánya azt mondta, hogy hát a Laci bácsi leszokta nyomni azoknak a gyerekeknek a fejét a vízzel áll, akik nem figyelnek. Nem szereti a gumipapucsal verik. Tehát ezek úszni nem tudó 7 éves gyerekek. És az ők is lehet, hogy csak egyszer vagy kétszer nyomták le a vízzel áll, mert egy kicsit ilyen szorongó balkat, ő azért nem szokott annyira hát csacsogni, pont az úszás, az úszás is a tornáról mondják. Na és akkor ezt mondom, hogy az úszás fantasztikusan klassz, hát persze, hogy járjon úszni, de amikor ez van, hogy az úszás is szabályok közé van szorítva, alig kerül rá a sor, mert nagyon sokan vannak, a fele ura várakozással telik, nem tudnak az ő igényeihez igazodni, mert ő már rég jobban tudna úszni, de még mindig csak a palatáblán kell lebegni, és plusz van egy ilyen pedagógiai módszereket használó minőségű
teljesíthetetlen pedagógus, akkor azt mondom, hogy mégsem válik be ez az úszás, bár az ötlet nagyon jó volt, és járjon úszni a gyerek, de ne ide és ne így. És ezt nagyon sokszor látom, nagyon sok szülő hiszi azt, hogy rosszat tesz a gyerekkel, ha kiveszi a foglalkozásról, mert akkor a gyerek azt tanulja meg, hogy ó, hát ha bármi nehézségbe ütközünk, hát akkor egyszerűen azt feladjuk. Én sok esetben megvizsgálnám a problémát közelebbről, és kiderül, hogy vannak ilyen Laci bácsik, és abban a pillanatban kivenném a gyereket az úszásról, és keresnék egy másik helyet, ahol esetleg tényleg megtanul örömmel és szívesen és játékosan úszni. Hát igen, itt ha jó a gyerekszülő viszony, akkor az előbb-utóbb felmerül, de csak a gyerek a szülő nem foglalkozik vele, csak azt, hogy nem akarok menni, nem akarok, de te erőlteted, és nem derül ki a valós probléma, vagy a gyerek nem mondja el, vagy nem meri elmondani, mert mondjuk fél a retorziótól. Utána kell járni ezek nagyon összetett dolgok. Igen, igen, nagyon fontos, hogy mozogjanak, sportoljanak a gyerekek, de fontos, hogy az iskola utáni mozgás ne ugyanolyan fajta terhelés legyen, mint az iskola. Tehát ne ez az állandóan fegyelmező szabályok közé szorított, hanem legyen benne ott ténylegesen a mozgás öröme. Megszaporodtak a gyerekek, akik járnak hozzád? Egyre több van érezhetően? Nehéz lenne erre válaszolni. Valahogy úgy hozza az élet, hogy előfordulnak olyan periódusok, hogy sok hasonló problémával jönnek hozzám családok. Most is valamiért ezt tapasztaltam. Még nem jártam a végére, hogy ennek mi lehet. Mindenki az Laci bácsi miatt. Őnek jó lenne. Hova? Ugyanabban az úszodában. Jézus! Neked is Laci. Laci bácsi? Igen. Ne is mondj. Hát egyébként ez a vicc, hogy ők pont, hogy különböző iskolákba járnak, és mégis, mintha klónozva lennének a Laci bácsi. Hát sem azért közben azt látni, hogy gombamód szaporodnak az alternatív általános iskolák, amire egykor mindenki fújt, és azt mondta, hogy ördögtől való. Nyilván kevesebbet kapnak a költségvetésből, és ha megnézel egy sima állami iskolát, csilli-villi, bemész egy alternatívba, és azt látod sokszor, ugye, hogy azért nincs olyan állapotban, mint mondjuk egy-egy általános iskola, ami állami, de hogy azért már van lehetőség a szülőknek is választani, és nem mindegyik milliós nagyságrendű, tehát most nem arra kell gondolni, sok százezeret kell kifizetni. Jó irány egyrészről, hogy lehessen választani, de még mindig azt látom, hogy viszonylag kevés létszámot tudnak befogadni ezek az iskolák. Tehát több mint 100-szoros túljelentkezés van némelyik iskolában, ami mutatja az igényt, hogy sokkal nagyobb igény lenne ilyen alternatív pedagógiai módszerekre. Tehát akkor azt is meg kéne nézni, hogy a hagyományos iskola, ami a legtöbb diákot felöleli, hogy oda hogyan tudnának beszivárogni ezek a változások. Igen, mert ugye ott gyermekközpontú, személyközpontú. Na jó, de 10 gyerek van egy csoportban, 15 gyerek van, válogatnak, nem kell 30 gyereket felvenni, tehát ott azért ez egy egészen más rendszer. Szerencsés az a szülő, akinek a gyereke bejut egy ilyen helyre. Éva, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Szerintem hasznos volt azon szülőknek leginkább, akik talán látnak egy-két jelettünetet a gyereken, és megpróbálnak segíteni, vagy szeretnének segíteni. Így van, kérik is néhányan az elérhetőségedet, van két felnőtt férfi, ők is a hangod alapján, majd kiadjuk. Igen, ők is nagyon szoronganak, és ma reggel megfájdulnak. Ma reggel megfájdult a pocakjuk. Szeretnének hozzád eljutni, Éva. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Deliág Éva gyermekpszichológussal beszélgettünk. 9:07, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 4 perccel, de jó zene volt, de jó zene volt. Egy jó kis Green Day. Egy jó kis Green Day az a 90-es évekből. 95, 6, 7, valahogy. 94, 5, köz. Szóval, hogy 6, 7, 8, 3, 2, 1. 90-es. Igen. Ha már rockzene, nagy bejelentésem van. Na. Nektek is, és a hallgatóknak is. Visszahozod végre a gitáromat? Nem. Azt már rég beadtam az aciba. Nem, újjá alakult a középiskolai boy bandje. Igen, és csak brozdalokat játszunk. A Sebestyénz. Igen. Nem, jövő héten, április 26-án. Ami azt hiszem talán jövő hét kedd. Nézzetek utána gyorsan, jövő hét kedd, így van. Április 26-án. Ó, már nézget ott vagyok. A Morning Show vendégül látja a tankcsapdát, gyerekek! Hey! Tankcsapda! Yes. Tankcsapda. Mi hazudtunk nekik, hogy eljöttek. Mit csináltak, hogy szerettük, vagy... Jön hozzánk a tankcsapda, dalpremierük is lesz egyébként, és jönnek a fiúk. Jönnek a fiúk hozzánk, nálunk még nem jártak, mindenkit külön-külön ismerünk, kedveljük őket, többször beszéltünk velük telefonon, mindegyikükkel, ugye Sidivel, tényleg a Lukács Azival, bárkivel, mindenkivel úgymond, de
De a fejest nem felejtsük. A fejest nem említjük, nem jön el a jövét. A fejest nem említjük, nem jön el. Igen, jó volt ő is. Úgyhogy ne felejtsétek el, drága hallgatók, jövét kedden nagy tankcsapda. Nap itt a Morning Show-ban. Király. Április 26-án megspékeljük ezt egy új dallal is, és hát debütál egy tankcsapda DVD. Úgyhogy erről is beszélünk majd. Ezt még sokszor mondjuk, de ezt már ez jó. Szórjátok az igét, vigyétek, ez hogy jó. Jön a tankcsapda hozzánk. Hirdessétek, így van. Minimum egy órát lesznek, nem? Persze, hát célunk, hogy sokáig beszéljünk velük, persze. Mire gondoltál? Vagy hogy érted? Ja, nem, csak zavar. Menjenek el előbb? Engem túl sok. Engem zavar. Túl sok, Bali, zárjuk le, zárjuk. Én megyek szerintem az utolsó, akit zavar. Nem, de én is örülök nekik nagyon. Kedvelem őket, a dalaikat, a szövegeket, mindent. Úgyhogy jönnek jövő héten kedden hozzánk. Igen, főleg a királylány, nagyon jó szám. A Lukás most így rászorított a kormányra egyet, tudod, közt. Biztos menjünk ezekhez. Mi, ahogy meg tudunk simogatni egy hozzánk érkező vendéget, úgy nem. Sziasztok, vendégünk a tankcsapda, meséltek egy kicsit. Igen, a Mindörökké című dalotokról, hogy mi hogy. Igen. Na, szóval, hogy jövét kedden érkeznek hozzánk. A fiúk, ezt akartuk elmondani. Valamint van egy beugrónk, a hármas ugráson nem elfelejteni, mutatjuk, hogy mi a feladvány. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Mi van? Még egyszer? Sok volt? Nem kell, nem? Jó. Pénteken legyen egy ilyen kis megszorított, de nem. Kicsit igen, keményítünk. Nem voltak ezek rövidek. Kicsit keményítünk, igen. És ugye a kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk, ami azt jelenti, hogy 9 óra után kérdésekre válaszolunk. Nagyon szeretitek ezt a rovatot, sok kérdés jön, szólunk most megint időben, reméljük, hogy ha ki szeretne bármit megkérdezni, és tudunk valamiben segíteni, mi nagyon kedveljük ezt a rovatot, mert baromi interaktív, és próbálunk minden kérdést megválaszolni, de időben kell, hogy megérkezzenek a kérdések, vagyis most gyorsan fogalmazzátok és küldjetek el, ahogy szoktam volt mondani, mindig 9:30-kor sokan így hirtelen megvilágosodnak, és elkezdenek nekünk kérdéseket küldeni, amikor már halljátok, hogy válaszolunk, de az a jó, ha most külditek, mert akkor az bejön, látjuk, és meg tudjuk válaszolni őket. Így van. Jó, úgyhogy küldjétek a kérdéseket. Illetve... Tartós hajvaxról hol lehet esetleg kapni, hol lehet hozzájutni mondjuk jó minőségű kínai gumiszandálhoz, ez természetesen tőlem kérdezték, illetve melyik a legjobb füstölő. Illetve mi kell a rántásba, és melyik a legjobb sonka füstölő, az pedig Feritől kérdezték meg, illetve este a fél kiló disznót megesztek, tudtak-e még jól aludni? Csak úgy tudtok. És hogy viseljétek a sikert, ha utolér benneteket, ez természetesen van. Tényleg jó volt tegnap az előadás? Tényleg. Akartam kérdezni, mert többen írták, hogy... Igen, csak azért nem olvasom be ezeket az SMS-eket, mert szerint vagyok. Balázs, a tegnapi beszélgetés a sajtóházban nagyon jó hangulatú volt. Köszönjük, jó volt azt látni, hogy így reagálsz bizonyos dolgokra, azt is, hogy minden felmerülő kérdésre milyen őszintén válaszoltál, ha lesz még hasonló, biztos, hogy ott vagyok, köszi az élményt. Jól sikerült egyébként, nagyon sokan voltak, jó volt. Jó volt. Mit őszinte voltál? Én nagyon jól éreztem magam, én nagyon szeretem, főleg amikor tudnak kérdezni, majdnem 2 óráig tartott. Jó hosszú beszélgetés volt, szerettem. Tényleg helyesek voltak. És lesz még egy VTCC játékunk, most azért nem lőjük el még a kérdést, hogy kivételesen az utolsó órára tartogatjuk. Uh-huh. Mindig ilyenkor hangzott el, egy picit most legyünk kiszámíthatatlanabbak. Mit szólsz hozzájá? Szerintem ez jó. Ez nekem most nagyon tetszett. Ugye sokkal izgalmasabbá teszi szerintem a műsort ez, amit mondtál te most az előbb. Úgyhogy nem sokára jön a VTCC-s kérdés is. Sőt, olyannyira jön, hogyha megnyeritek a jegyeket... És még van. Na, rohadjál még. Ja. Ez itt a Morning Show. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, csak hogy mennyire tényleg megosztó, az ember lead egy-egy dalt. Tehát tényleg a mi ez a szartól kezdve valami katasztrófa, ez nem zene, úristen, a hidegráz gyerekek, Prince óriási. Igen, tehát hogy...
persze, hát nyilván az ízlés az egy a szubjektív dolog. Igen. De The Prince ugye tegnap meghalt, és azért arra gondoltunk, hogy minden órát Prince-el indítunk, és azért ez egy nagy muzsika. Én sem hallgattam minden a Prince-t, de hát 57 éves volt, fiatalon halt meg, zseni volt, és hát az ember ennyivel tud adózni az ő munkássága előtt, akkor egy Prince dalt azért meg lehet hallgatni, de azért ez egy jó dal. Annak ellenére, ha szerintem még az ember nem is Prince rajongó, nem? Hát lehet rajta vitatkozni, igen. Nem érdemes, mert igen. Jó. Na, azt mondja, hogy tényleg egyébként így van. Jött pár közlekedési hír, Trafival Lukácsházánál, Kontroll, a Kőszegítónál, Kavados Miki küldte nekünk. Hegyalján Pest felé koccanás, a belső sávban alakul a dugó, Tisza üzeni. Sopronban az elkerülőn, a Boppájánál Trafi van, Petya. 31-esen Sűsávnál vonat ütközött autóval, útzár terelés, a Zaporó Zsetszes küldte nekünk. Kőbánya, Gergely utca, Kőér utca kereszteződésénél nagy karambol, vigyázzon mindenki. Valamint Szolnoki vasútvonalon gázolás történt, úgy néz ki, több órás késés várható. Útépítés miatt nagy a torlódás a 4-es számú főúton Kenderesnél, valamint a 10-es út befelé áll, a sor vége a Solymári körforgalomnál. Trafi Pápán az elkerülőn, és trafi van az M6-oson a 40-es kilométernél Budapest felé, üdv az ország járó. Na, hétvégén pedig Mihály Sztorbi Magyarországra érkezik. Úgyhogy drukkoljunk neki. De jó lenne, nem? Ha már így a gyári Honda csapattal, mondjuk valahogy már is behúzná. Jó lenne, hát és ugye azért a Hungaroringnek enyhén szóval is hazai pálya, sem szabad elfelejteni, hogy a legutóbbi futam győzelmét is tavaly, ugye Budapesten követte el, úgyhogy hát ezek mind nagyon jó előjelek, de azért a többiek is. Hát új csapat van, így van, kicsit új a pálya, ugye az új aszfalton, mert nagy aszfaltozás volt, ez lesz az első verseny, lehet, hogy ez is nyilván más lesz, mint a tavalyi sztori, és ezt elmondta Norbi is, hogy azért ebben nem nagyon reménykedik, most nyilván nagyon jó lenne, ha behúzná. Na azért nagy dolog lenne, igen. Az új kátrány, hátrány? Az új kátrány, hátrány. Na most hazamegyek. Most leteszem a füles. Jó. Az előbb azt akartam mondani, hogy már most már nem tudom, hanyatszor a futsz neki. Minek? Valaminek. Mi van? Valaminek. Ami állandóan úgy kezded el az SMS-ek felolvasását, hogy 5. Mit akarsz mondani? Ezt vettem észre. Van benned egy mondat, amit ki akarsz mondani? Mondd szépen utána. 5 török, 5 görög, 5 dögönyöz. 5 török, 5 görög, 5 dögönyöz. Tessék. Ezt akartam. Ez nem észrevetted egyébként? Igen. Nem, ilyenkor mindig, ha mondok valamit... 5. Akkor... Akkor azért kívülöm, hogy 5. Én vagyok, mint egy gép, ami kidob egy évszámot. Csak azt tudom mondogatni, mikor jön el a világ, miért kidobok egy évszámot. Mi az életetlen 5? Voltam az Alindánál a Hír TV-ben, és annyira fáradt voltam egy fél négyes kelés után, hogy a műsort két részre osztotta, 2x23 percet beszélgettünk. Kérdésfeltevés is a válasz. Nem, képzeld el, hogy brutális ez, aki nézi, szerintem a haja égnek áll, ugyanis ha én elfáradok, és amikor 11-kor vagy 4-12-kor kezdtük a beszélgetést, akkor én elkezdek mondatokban egy-egy szót ismételni. És szegény Alinda nem értette, hogy miért gondolom azt, hogy ő szellemi fogyatékos, pedig nem. Ugyanis minden mondatom végén annyira fáradt voltam, hogy megkérdeztem, hogy érted? És ez 23 percen keresztül mindig mondta, hogy most ezt nem kérdezted mindig. Mondom, be arra, hogy csak mondom, beszéltem, kérdezett megint valamit, válaszoltam, érted? És tudod, amikor beakad egy szó, és nem tudod kiverni a fejedből, egy idő után már azon stresszelsz, hogy ki nem mond, erre mi történik, megint elmondta egy mondatot, érted? És én ráborult, mert azt is, figyelj, miért kérdezed meg mindig, hogy értem-e? Persze, hogy értem, nem mondasz azért ilyen intellektuális magasságokat, hogy... 5. Miért mondod, hogy öt? Miért mondod, hogy értem? Értem, persze, hogy értem, de miért mondod, hogy... És hál' Isten a műsor felénél volt egy megállás, tehát 2x23 perc volt, tehát két napon keresztül beszélgettünk majd, és volt egy pici leállás, ahol a fejemet többször így meg tudtam ütni, és megkérni saját magamat, hogy Léci Bali, nem mond ki többet az Alindának, hogy érted? Mert az egész úgy tűnik, mintha az interjú alany azt gondolná, hogy... Amikor megkérdezted, úristen, te magaddal beszélgetsz? Bali, nem mond többet ki, nem mond többet. Igen, egy nagyon helyes lány, és nagyon kedvelem, és baromi jót beszélgettünk, szerintem nagyon tehetséges. Vérprofi, és nagyon jól kérdez, és tényleg egy nagyon talpra esett csaj. De amikor ő azt veszi észre, hogy ötötször kérdezett meg tőle, hogy érted, akkor valóban azt gondolja, hogy miért nézem én teljesen hülyének, és miért gondolom róla, hogy ő nem érti. Az egyébként nem túlságosan bonyolult mondatokat, amiket én megfogalmaztam, érted? Persze, hogy értem. Szóval igen, hát ha beakadnak ilyen dolgok, akkor valahogy nem tudom. Hát nincs, hogy fáradtak vagytok, és akkor így csináltok valamit? Én, érted? Öt. Na jó, nézzük a kérdéseket. Azt mondja, hogy nézzük gyorsan, mit írnak a hallgatóink.
Az a Justin Bieber életműből nehezebb lesz majd válogatni. Írja Kazi. Hát Kazi, ha majd akkor kell válogatni, nem még Bieber sokáig él. Mi már az már nem lesz a mi feladatunk. Egy másik szempontból egy könnyű lesz. Igen. Jancsi, láttalak reggel nagyon gyúzott testet voltál, nem én sárgáztam valaki. Mi volt ennek az oka, talán rosszul aludtál? Semmi gond. Nem, két napja nincs rendes székletem. És adjunk valamit. Miért? Hát megkérdezték, elmondta. Persze, őszinte kérdések, őszinte válaszok. Nekem egy félig komoly, félig abszurd kérdésem lenne mind a hármatok. Szóval választanatok kéne, hogy a következő egy évben csak egyféle meleg ételt ehetnétek, melyik lenne az? István. Egyféle meleg étel. Egy évig. Ehetsz mást, de meleg ételből mindig ugyanazt. Na, mondj valamit. Pacsa belőle. Igen. Igen? De nem, azt nem. Hát egy ilyen hosszan párolt marhapofát. Miért nem tudtál egy rocspenótot mondani? Mert azt annyira nem szeretem. Hosszan párolt marhapofa. Jani, neked? Rakott krumpli? Egy évig. Jó kis gabonakolbász. Na, ezt a gabonakolbász. Úristen, ha van, amitől hidegráz, az a gabonakolbász. Atya úristen. Miért kell a kolbászt eljátszani nektek? Ezért én válaszoltam. Vagy hogy vegyétek tudomásul, hogy nem eztek kolbászt, mert nincs. Igen. Ne hazudjátok be magatoknak ezt a gabonakolbászt. Sajt. Nem, de ez egy rettem gabonakolbászt, hát a szőr feláll a hátadon. Hát elhitetem valamit, hogy kolbász, miközben nem az. Hát az magatokat veritek át. Hát akkor ne egyetek. Gabonakolbászos rakott krumpli? Nekem a sóska. Hogy? Szóval egy sóska. Egy évig sóskát enni, sóska főzeléket. Igen, mert én szeretem a sóskát. Érted? És mi a baj? Semmi. Csak kérdeztem. Nézzük a következőt. Kevesen vannak így. azt mondja, hogy nagyon sok kérdés van. Gyorsan mondjátok, Több. Már meg is válaszoltuk. A válasz mindenre jött. Top 5 filmet osszátok meg velem, srácok, léci. Hát ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz kérdés. Én összesen nem láttam. Igen, a Ferinek eleve nincsenek filmes élményei. Igen. Én gyorsan mondok kettőt, ami szerintem nagyon jó, de mind a kettő nagyon szomorú. Jó, csak hogy jobb kedvetek legyen. Péntekre. Nézzétek meg hétvégén, töltsétek le. Mindenki meghal. Igen. Az egyik egy nagyon jó film, annak az a magyar címe, hogy Ütközések, Crash. Ezt így megtaláljátok, elképesztően jó. Írjon a mester, szomorú. Ütközések. Ez egy 2005-ös amerikai német film. Ütközések? Ütközések, igen. Ez egy balesetről szól? Nem, ez arról szól, hogy vadidegen emberek élete hogy fonódik össze, és milyen kapcsolatban álltok úgy egymással, hogy azt gondoljátok, hogy egyébként nincs kapcsolat, nagyon jó. Az Ütközések arról szól, tehát emberi sorsok ütköznek. A másik azt hiszem talán egy spanyol film, ami pedig az eutanáziáról, csak hogy ez az! Jobb kedvünk legyen. A Belső tenger az a címe. Nagyon elgondolkodtató, egy sziklaugróról szól, aki rosszkor uglik, és pont akkor, amikor a hullám visszahúzódik, eltöri a nyakát, és élete végéig ágyban kell, hogy feküdjön, mert nem tudja mozgatni semmit, és elkezd harcolni azért, hogy meghalhasson. Tehát engedjék neki az eutanáziát, és arról szól, hogy milyen úton megy keresztül, mire azt neki megengedik, vagy nem. Tehát nem lövöm el a dolgot. Nehéz film, de elgondolkodható. Picit átértékeled az életedet. Jani, te pornó vagy horror? Melyiket mondod? Old ezt kérlek gyorsan valamivel. Én sajnos nincs, aki csupasz pisztoly 1-2-3. És azt hiszi, te hűl. És ott van még a tökös tekint. A másik kettő most egy vidámfilmet írtam, nem tudtam, mondjuk a Christopher Nolannek a legutóbbi Csillagok között című filmje nagyon elgondolkodható, nagyon jó, fantasztikus. Azt nem tudom, hogy ez a top 5 most a mostaniak közül, vagy pedig úgy általánosságban. Mondj kettőt, ha eszedbe jut, amit szeretsz, vagy egy, nem kell ötöt, mert az valami nehéz. Mindegyik egy legjobb filmje számomra, mondjuk az Unforgiven, a Nicholsonnak egy westernje, Nincs bocsánat címe ment, azt hiszem. Vagy Clint Eastwood, azt mondtam, nem? Nicholson mondta. Jack Nicholson mondta. Szeretem. Őt is nagyon szeretem, ő is benne volt, és kivágták a jelenetet. Mondták neki, hogy sok vagy. Jó, az Unforgiven nagyon-nagyon jó film, a Das Boot, a tenger alatt járó, az szintén zseniális mozi, meg még Csupasz pisztoly 1-2. Na jó, nem lehet, tehát nehéz, ugye, egy-kettőt mondtunk. Hangulat kérdése. Szerintem is egyébként hangulat kérdés. Meg szeretném kérdezni, mikor jöttök Szombathelyre, sajnos a dátumra nem emlékszünk. Utána nézünk gyorsan, május 9-én indul a turné, és Szombathelyen kezdődik. Május 9. Szombathely. 5. Egy kérdésem lenne, ti jók vagytok az ágyban? Feri, te is. Igen. Puszi, Juci. Feri, te is? Igen, egy kérdés, jó folyok vagytok az ágyban? Feri, te is. Puszi, Juci. Hát kicsit, nem volt még panasz. Be van adva a mikrofonod, Viki, csak kiabálj egy hangos igent, léci. Aha. Láttad? Hát, nem mondod semmit. Egy pillanat alatt megül. Na, tényleg, milyen vagyok? Nem hallom.
Azt mondja, nem hallja. Azt kérdezi, hogy mi... Azt mondja, fantasztikus. Aha. De így volt, csúriba volt az ujja. Odaadó vagyok, kedves, gyöngéd és figyelmes. Magaddal szemben. És közben néha törődöm Mikivel is. Miki is ott van néha. Ő mindig leenged, illetve felhúzza a rendeit. Hiszek a hosszú előjátékban, ezért sokáig simogatom magam. Nem, tényleg, szerintem jó vagyok. De hát most ezt Palinak ki kell tudni mondani, nem? János, te mire emlékszel? Én? Az eufóriában. Milyen vannak még emlékeid? Milyen vagy? Jó vagy? Hát szerintem én sem vagyok egyébként rossz. 2 vagy 3 héttel ezelőtt volt egy egypercesünk, és nem neked. Csak egyéted. És az egyperces végén azt mondtad, hogy neked kicsim ugyanannyi időd volt. Nem értem, hogy miért nem. Sikerült az egyperces végén csak annyit mondtam, na ez most nem fog menni. De már legalább ebben is őszinte. Igen. Balázs, azt a cipőt, ami tegnap volt rajtad az előadáson, nem akarod cserélni, de köszönöm szépen. Igen. Nem tudom, mi volt vele. Feri, ez lenne egy olyan kérdésem, szokott egy gyors étterembe járni, gondolok itt például Mekire, vagy bármi másra. Igen, napalmot dobok be mindig. Egyébként igen, persze. Vizelni. Simán. Nem, egy évben kétszer körülbelül beszaladok én is. Vagy ha srácokkal megyünk valahova, mint egy autópálya, M1, és akkor megéheznek. Miért ne? Én sosem mondtam, hogy ezt ki kell írtani őket. Nem javallom, hogy minden nap ott egyél, de most, ha két havonta egyszer eszel egy burgert ott, hát ám legyen. Én egy időben vittem magam a sülszeitánt, és beleraktam. De mi kérték 2 fél zsemlét a Mekiben? Nem, hát kaptam, hogy hívják hús nélküli szendvicset, mindig azt nevezik vegetáriánusnak, amiben nincs hús. És tehát, akkor nem csinálok semmit, és akkor beletettem, és meg is voltam. És csomagoltál alufóliával a paprikát, kicsomagoltad retekkel, és megetted? Nem. Ízteltem ott a hagymát. Úristen. Gyönyörű, mind a szűtőtáskában mit tett, mint Balatonon síófokat gyermekkorunkban. Úgyis a farzsebenben. Azt mondja, hogy mit gondoltok arról, ha valaki megjátsza a hülyét, kérdezi Barbie. Lassan 40 éve így érünk, nem? Szóval, hogy elhitettünk magunkról valamit, ami egyébként nem biztos, hogy baj. Mi fog veletek történni, illetve a rádióval, amire mindig utaltok, megbolondulok, hogy néha megy a célozgatás, nem tudom átérít. Köszi, Marci. Marci, hát olvass el egy-két politikai hetilapot, napilapot, üsd be az internetbe, hogy Klassz FM vagy a nevünket, és akkor elolvasod, és rájössz tulajdonképpen arra, hogy jelen pillanatban mi zajlik, miért zajlik, hogy zajlik, és azt hiszem, hogy ott minden válasz ott van. Egyébként azt, hogy mi lesz, mi sem tudjuk, ezt mindig elmondjuk. Szerintem ezt most még csak tényleg nagyon kevés ember tudja, hogy valójában mi lesz a rádió sorsa. Nyilván szeretnénk, hogy ez a dolog tovább menjen, és a rádió mindent megtesz, ezt szoktuk mondani. Nyáron valószínűleg okosabbak leszünk már. Akkor már azért egy jobban körvonalazó dolog zajlik majd előttünk, amikor látni fogjuk, hogy mi lesz a rádió sorsa, és hogyan tovább. Egyelőre erről többet tényleg azért nem tudunk mondani, nem, mert hogy nem lehet erről beszélni, lehet. Nincsen cenzúrázva a műsor. Egyszerűen nem vagyunk még abban a helyzetben, hogy mondjunk erről bármit. Bizakodóak vagyunk. Nyilván a rádió is mindent megtesz, hogy folytathassuk tovább. Írj be 300 a Google-ba például azt, hogy szánkó, hábor és frekvenciás üssegyen, tehát mindent kidob, ami fontos. Tulajdonképpen igen, tehát most elkezdhetnénk magyarázni a tulajdonosi háttért és a napi aktuális politikai helyzetet. Egyrészt ezzel mi nem foglalkozunk. Közélettel igen, politikától azért próbáljuk a műsort, a rádiót távol tartani, és szerintem ez így helyes. Bár manapság azért baromi nehéz közélettel úgy foglalkozni, hogy közben ne legyen politikai színezet a dolognak, nem? Tehát egy menekült kérdés, egy tanár tüntetés, egy kórházi helyzet, közélet, politika, mindkettő egyébként. De hát könnyű azért megtalálni erre a válaszokat, ha az ember használ internetet. Drukkoljatok a rádiónak, és hogy annak, hogy ez a helyzet megoldódjon. Jó, de most már tényleg evezünk komolyabb vizekre. Feri, te melyik slambuc receptet ajánlod? Kétféle van, a 33-as és a 36-os forgatású, mert ugye az csak ízre. És a 33-asban hiszek. Tehát csak 33-szor forgass meg a slambuc. Melyik slambuc receptbe? Igen. Valószínűleg szoktad olvasni az Instagram hozzászólásokat? Szoktam olvasni egyébként, így van. Már 104-en vagyunk az Instagramon! 104 ezeren. Jó, a 104, nem merek nagyot mondani, a 104-en vagyunk már az Instagramon, és 22-en a Facebookon, kövessetek minket. 104 ezeren vagyunk már az Instagramon, igen. Igen. Az egy kicsit másfajta szerkesztés, ott Bali szerkeszt, de kövessetek bennünket, ott is ott vagyunk, így van. Azt hisz, az a kérdező, hogy sziasztok, Jani, miért akar átmenni a Mária Rádió reggeli műsorába? Gyontatni zozogtunk. Ne, gyóni. Gyóntat. Térdre, gyermekem. Igen, gyóni inkább. Szeretnék kérdezni tőletek valamit, novemberben nyertem, és az ajándékcsomót megkaptam, de a plusz ajándékot nem.
Igen, ez gyorsan tegyük tisztába. A pluszernik az mindig attól a cégtől megy, akitől nyertétek, tehát arra nincs igazából rálátásunk. Mi mindig szoktuk kérni meg a szélszeseink is, hogy foglalkozzanak veletek a legnagyobb törődéssel, mert hogy ha egy hallgató nem kapja meg az ajándékcsomagot, nekünk az ugyanakkor a katasztrófa. De az mindig a szponzor, vagy a reklámozó lelki ismeretén odaadásán törődésén múlik, hogy azokat megkapjátok-e. Ezek az esetek 99%-ában egyébként azért házhoz érnek. Van egy-kettő, ami nem. Ilyenkor megpróbáljuk az illetőt fölhívni, és hatni rá, de nem rajtunk múlik. Tehát az nem tőlünk megy. Tőlünk a lista, megy a nyertesek listája hozzájuk, de az ajándékot ők küldik, így van. Igen, abszolút. Abszolút így van. Na, gyorsan még egy-két kérdés. Azt mondja, mit szólsz a TVD utcsó részéhez, kérdezi egy hallgató. Ezt nem tudom. Ez mi ez a TVD? A Walking Dead. Ja, Walking Dead? Megnézted? Hát én le is fűztem egy picit a sorozatról. Bár most nekem ez annyira nem jött be. Nem jött be. Feri, holnap hánytól leszel Héhalomba? 6-tól. Reggel? Igen. Mit csinálsz? Hát figyelj, Böllér Fesztivál van. Jézusom, megint állatokat öltök. Böllér BL van, kérlek szépen, Héhalom gyönyörű település, de én csak délig leszek, utána Vágó Piros lesz majd. Böllér Fesztiválon Vágó Piros. Mert ő a kulturális részét csinálja, délutáni program az már. Arra már téged nem kértek fel. Azt mondták, hogy ott már te úgyis részek lennél, Ferkó délben eljöhetsz. Ez a kulturális részét te úgyis elvérzel. Délig még a megnyitót ott próbáld meg elmondani, jó, de leírjuk előre, és utána pedig egyébként meg egy csomó jótékony dolog lesz, jön Böjte Csaba. És az ők is árvájára próbál. Na, próbálnak. Jó, és ez koncepció volt, hogy legyen egy bőjte piros. Ja, ez nem. Az a piros nem. Így van, de úgyhogy délután ja, már de jó. Lesz. Egy kis gyűjtéssel egybekötött, meg szerintem jó buli lesz. Nagyon lelkesek, nagyon kedvesek. Éhhalomban. Megint állatokat ölsz tényleg? Aha, igen, de ez a természetrendje. Nem hagyta abba, ez folyamatos sztori. Tehát nem megint, hanem még de te nem ölöd meg egyébként, nem? De ha kell, akkor igen. Igen? Igen, vidéki gyerek vagyok. Tehát nem azt mondom, hogy ez a kedvenc időtöltésem, de ha ott állok és meg kell tenni, amit a haza megkövetel, akkor megcsinálom. De nem én szoktam vállalni ezt. Feri már a jelenlétével terel. Meglátják a Úristen! Idul a gúj az elé közére. És úgy van, hogy sertések, ha meglátok, inkább öngyilkosok lesznek tőle. A moslékba ülik magukat. Ezzel szoktunk könnyíteni a dolgot. Igen. Mi van Patrikkal és Dorinával? Kérdezi egy hallgató. Hát mi nem követjük az ő utóéletüket. Ők ugye a Valentin napi pár. A beszélgetésből az derült ki, hogy valószínűleg ők már akkor sem voltak együtt. Ott talán Patrik többet akar, Dorina szerintem megelégedett azzal a három nappal. Komolyabb készpénzösszeget tennék arra, hogy azóta nem nagyon találkoztak. Ott minden megtörtént, aminek meg kellett, mi annak utána jártunk, de szerintem ők nincsenek együtt. Szerintünk sem. Ja, abba te is benne vagy meg én is. Akkor nincsenek együtt. Szerintem sem. Ugye? Uh-huh. Ugye, hogy az a beszélgetés olyan volt? Igen. Jani, megvan a homokkal megtölthető edzőzsákod, amit 2011-ben kaptál? Bevált? Ancsa kérdezi Svájcból. Ez egy érdekes kérdés, megvan még, igen, ezek nagyon jó kis edző eszközök, ilyen sandbagek, gyakorlatilag az a lényeg az egésznek, hogy van két nagyon erős szövésű zsák, amit homokkal tölthetsz meg, és akkor van belőle, mit tudom, 10-20 kilós kiszerelésű, gyakorlatilag bárhova viheted magaddal, csak kell találni, kell mondjuk 10-20 kiló homokot, és mindent lehet vele csinálni. Marha jó kis, nagyon praktikus kis eszközök, az embernek nem kell súlyzókészletet venni, hanem vesz két ilyen zsákot. És ez miért furcsákodsz rajta kérdése? Hogy valaki 2011 egyből emlékszik rá, és egyébként ő most svájci zsákjaidra. És ha férjét szeretné meglepni egy ilyen, lep meg, nagyon praktikus ajándék. Igen. 21 éves srác vagyok, nem szeretem a sört. A családom nem hajlandó ezt elfogadni, nem tudom megérteni velük, hogy én nem fogom szeretni, mit csináljak. Több éve nem hagynak ezzel békén. Szegény Alex. Igyem egy sört. De miért kell vele csesztetni Alexet? Egyikünk se nagy sörös, sőt, azt hiszem, hogy talán... Valahol régen szerettem, de 10-20 éve már nem nagyon. Tehát olyan fiatal koromban igen, de ez, hogy valaki nem szeret valamit... Na! Hát de jó sör, de nem szeretem. De igyál már egyet, na. Van néhány olyan család, ahol nem iszol sört, nem vagy férfi. Igen. Nem? Ugye? Tehát ez a mentalitás, hogy egy férfi szeresse a sört. De nekem meg valahogy vissza akarok terelni az úgymond jó útra. Mert hogy ő iszik sört, akkor az a jó. Akkor az a jó. És akkor így elkezdenek így nyomasztani, és akkor elkezdenek így terelgetni, meg úgy azt gondolják, hogy valami probléma van veled, azért nem iszol. Ez mint nálam a vegaság. Na! Egy! Hal, nem hús! Sose szóval felejtem el, amikor ültünk egy étteremben Jánossal, és külön 12 percen keresztül részletezte, hogy milyen ételt szeretne, nyilván vegetálisan és hús nélkül. Megérkezett a pincér egy vegatésztával, egy brutálisan vékonyra szeletelt szerrános sonkával a tetején.
János majdnem leesett a székről, mert János, ha nem kap enni, és nagyon éhes, egyre idegesebb. Tehát nála tudni kell, hogy van egy pont, ahonnan már ugye nincs visszaút. Ha ott nem kap ételt, akkor ölni tudna. Ez mi? Kérdezte a János. Mire a pici ránézett a vékonyan szelt szeláno sonkára, és azt mondta, hogy ez nem hús. Ez sonka. Ez sonka. Mondta, hogy majd leveszem róla, és megpróbálta leemelni, és mondta, hogy nem, tehát vegetáriánusok egyáltalán nem esznek hús. Ne is érjen. Ez egy vidéki kitelepülésem volt, és nem értette. Nem, ez Győrben volt, és nem értette meg, nem. Hogy mi az, hogy oké, nem hús, nem eszel hús, de miért nem eszed meg a szerránosokat? És nem tudtuk neki megmagyarázni, hogy az hús. Látszott az arcán a rémület, emlékszel? Igen. Levennéd róla, vagy én vegyem le? De miért? Hát ez nem hús. Igen, sokkal. Igen, elképesztő volt. Bali, ott voltam én is tegnap az LTE-n, láttad, hogy ott ült a borstól is valaki, pedig állítólag nem volt sajtónyilvános. Szerinted azért jött, hogy címlapra vadászom? Igen, ez egy érdekes helyzet volt, én is láttam, sőt ismerem is az újságírót. Rendes srác, nincs vele baj. Én nem tudom, hogy miért volt ott. Ezek az események valóban nem sajtónyilvánosak, ezt elmondjuk, megkérjük őket, tehát ilyenkor ugye nem írhatnak róla. Én azt hiszem, hogy ő egyébként eljött és meghallgatta ezt az előadást. Hát a Bors most masszívan vadászik rám is arra, hogy mit mondok. Hát ha tudnak most valamiből címlapot írni, de én azt gondolom, hogy ő civilként egyébként tök normális srác, meg nincs vele baj. Föl is állt, mondta, hogy ő van a Borstól, itt nem röhögtünk. Tehát, sőt, többször utaltam rá, hogy ha nem lenne itt a Bors, akkor más mondani. Nyilván, de én azt hiszem, hogy egy nem sajtónyilvános eseményről ők nem fognak írni. Tiszteletben tartják ezt a fajta újságírói etiket. Szerintem ő civilben jött meghallgatni egy előadást, de tudtam, hogy ott van, igen. Igen, ő ezt a dolgot vállalta. Érdekes, hogy miért ül ott egy borsos újságíró, ha nem sajtónyilvános a dolog. De én remélem, hogy megint nem azt kerekítik ki ebből. És végig, ott volt végig, tehát ilyenkor az egész két órát kell hallani, és az egész előadást meghallgatni, mert ebből is ki lehet emelni a bulvár újságírás által nagyon szeretett, másfajta szinonimát nem ismerő Balázs Beszól című cikkeket. De ez komplex egészében kell egy ilyet hallani. Hogy én milyen összefüggésben, miért mondom, és utána mivel indoklom. Ha kiszedsz belőle két mondatot, akkor persze megint meg lehet róla írni. De én szerintem ő civilben jött, tehát én nem sajtónyilvános eseményről nyilván nem tudnak írni. Meglátjuk. Hát igen. Nem? Igen. Hát még holnap reggel a hétvégibe lehet valami kis csemege. Már annál nem tudta megírni. Én azt gondolom, hogy nem. Kérdezően próbált reggel a hírkeresőn. Megejtenék reggel 9-kor. Vagy valahogy. Szóval, Jani, kutyát szeretnénk a párommal, boxerben gondolkozunk. Tudom, hogy neked is boxered van. Ajánlod ezt a fajtát. Ez egy csodálatos fajta. Fantasztikus családbarát kutya, de ugyanakkor egyébként akár őrzésvédelemre is jó lehet, házőrzésre is hihetetlenül bohókás, nagyon-nagyon játékos, az elsőtől az utolsó pillanatig, egyébként egészen pici korától kezdve, amíg tényleg csak a fizikai állapota megengedi, addig egy játékos kutya marad, tényleg csodálatos állatról, szóval mi sajnos mostanában búcsúzunk már el a sajátunktól, 10 éves már, és hát sajnos már az egészségi állapota nem annyira jó. Én mindenképpen ajánlanám, hogy fogadjatok örökbe, de azt ajánlanám, hogy ez az örökbefogadás, ez tényleg konkrét örökbefogadás, és ne vásárlás legyen. Most egy picit így mondjuk egy tenyésztők ellenére beszélek, de tudom, hogy például a Noé állatotthonnak is van boxerfajta mentő csapata, és akár most a hétvégén a 8. Noé is találkozón és örökbefogadó napon meg is nézhetnétek egy-két kis kutyát. Csodálatos állat, fantasztikus. Igen, de mondjuk egy baromi nagy elköteleződés. Tehát aki csak azt gondolja, hogy játszom vele aranyos cuki, egyrészt a kicsi szétszedi a lakást, ha nagyobbat fogadsz örökbe, rendben van, de egy iszonyú meló a nyaralás, a napi sétáltatás, az, hogy lemozgass, hogyha szakad az eső, kimenjél, ha rossz idő van, kimenjél, ha hideg van, sétáljál vele, tehát hogy nagy meló. Gyerek, vagy nagy meló. Gyerek. Nagy meló és nagy vállalás. Óriási felelősség, tehát hogy aki vállalja azt, hogy örökbe fogad, vagy vásárol egy kiskutyát, akkor onnantól kezdve tényleg kalkulálja bele azt, hogy az állat az igényli a törődést, igényli a szeretetet, folyamatos figyelmet, tehát hogy nem lehet így balkézről kezelni. Nem egy tartozék a háznak, hanem ténylegesen egy családtagról van szó. Igen, és ugye sokszor az, hogy a gyerek egy hónap alatt ráún, kiátsza magát, és utána ott marad a szülőn, akinek se energiája, se lehetősége nincs arra, hogy nappal, reggel, hajnalban sétáljon, ne pisiljen be, és akkor utána történik a baj, hogy na mit csináljuk a kutyával, a gyerek már megunta. Egy hónapig barom izgi volt, nem? Szóval nagy meló, azt szerintem nagyon meg kell gondolni, az egy életforma, ha az embernek kutyája van. Tök más, mint amikor mondjuk szabadabb vagy. Hasonló egy gyerekhez tényleg. Tehát, hogy onnantól kezdve
sok minden a kutyáról. Én azt szoktam egyébként javasolni, hogy menjenek el egy állatvédő csapathoz. Én tényleg nagyon szoktam, mert őket ismerem, és őket szoktam ajánlani. Járjátok el hétvégenként, van lehetőség arra, hogy foglalkozzatok a kutyával, hogy ismerkedjetek vele, hogy kivigyétek sétálni, és hogyha pár hét múlva is azt gondoljátok még, hogy álltok elébe a feladatnak, mert ugye ez tényleg egy nagy feladat, akkor. De csak akkor. Igen. Na jó van, hát köszönjük a kérdéseket. Sok jött még, ezeket tudtuk most gyorsan megválaszolni. Játszunk egy jó kis hármasugrást, de előtte az utolsó lehetőség, hogy ott legyetek Norbi Hungaroringi futamán, a VTCC Túra Autó Világbajnokság Hungaroringes magyarországi futamán, drukkoljatok Norbinak, és az Engő Teamnek, hát őket se felejtsük el, szegényekről most azért kevesebb szó esik, hát ők is ott vannak is magyar színekben. Na, most a két új versenyzővel oda csapnak, és akkor megint sokat beszélnek. Így van. Hogy szól a kérdés, Jánsuá? Melyik földrészre hasonlít a Mielis Norbi bal farpofáján található anyajegy? Ezt küldjetek el nekünk, 0-670-645-00-00. És most játszunk már is hármasokat. Milyen nemzetiségű Mihalis Norbert két csapattársa legyen inkább ez? Én szerettem, hogy kicsit kimozgattál most a komfortzónámból ezzel a kérdéssel. Mindig a laptopot érted. Anyajegy, Mihalis Norbi, bal, farpofa, mit ad ki az internet? Az a baj, hogy olyan, mint egy kicsit egybefolyna Észak és Dél-Amerika plusz Ausztrália is. Na, szóval Mihalis Norbi két csapattársa, milyen nemzetiségűek ők? Ha ott lennétek a futamon, írjátok meg nekünk, mi pedig már is hármasugrás játszunk valakivel. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, Péter vagyok. Hello. Hello, Péter, honnan hívtál minket? Budapesten élek. Budapesten élsz? Nagyon. És mit csinálsz, mivel foglalkozol? Egy közműcégnél dolgozom, fővárosi közműcégnél. Fővárosi közműcég. Oké, Péter, milyenek a kérdések, Jánosz? Nagyon könnyű. Könnyű? Tényleg, kifejezetten. Na nézzük, itt van az első kérdés. Melyik egykori popcsapat slágerei a Wannabe, a Spice Up Your Life és a Viva Forever? Spice Girls. Így van! Igen, a Spice Up Your Life az nem volt annyira rossz dal. Az egy jó Spice Girls dal. Jó kis popdalok voltak. Igen. Már nem voltam soha nagy Spice Girls rajongó. De hogy nem. Van. Na jó, hát mi. Most rajongás az, hogy paníroztam volna mindig. Melyik Oscar... Ja, kérdezem én, menjünk tovább? Lehetünk, igen. Melyik Oscar-díjas rendező filmjei a Taxisofőr, a Nagymenők és a Tégla? Nagy filmek ezek. Igen. Scorsese. Így van. Scorsese. A Tégla milyen jó. Mi legyen a harmadik kérdésem? Mehet. Melyik város egyik élvonalbeli labdarúgó csapata a Láció? Róma. Ennyi. Igen. Ennyi. Tudja. Uh-huh. És tudja. És melyik a nagy városi riválisa? Hát a Róma. Erről estem, erről összekről, hogy hülye vagyok az olasz fociból, csak nézek szépen okosan. Péter, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Super, köszönöm szépen, köszönöm fiúk. Mi voltál? Mi köszönjük, hogy játszhattunk veled. Küldjük neked, jó? Rendben, köszönöm. Köszi. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3:10 lesz pontosan 7 perc múlva. Egy pici reklám, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan 1 perc múlva. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye 7 óra után beszéltünk arról a férfiról, aki beszorult egy konténerbe, vagyis felfalta egy ruhagyűjtő. A történet baromi helyes volt, elég bizarr, de ő tényleg felfalta egy ruhagyűjtő konténert Tiszavasváriban, behajolt, hogy kiemeljen néhány ruhát, majd beesett, és az odaérkező katasztrófa védelmiség és tűzoltósok már csak azt látták, hogy egy láb ló kifelé, égnek állva, és emberünk bent riadtan kiabál, hogy szabadítsanak ki. Felhívtuk Dóka Imrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóságtól. Mondja el nekünk, mit találtak a helyszíre érkező katasztrófa védelmisek. Hát a történet zseniális. Ha látjátok a képet, akkor meg pláne. Tehát egyszerűen felzabálta, beesett is. Mint egy kis ködmöt. Nem a kis gömböt, ugye? Felfalta. Felfalta és beleragadt. Nagyon szerettük ezt a történetet, próbáltuk kitalálni, hogy történhetett. És
8 óra után pedig vendégünk volt Deliága Éva, aki posztolt egyet, ő egyébként egy gyermekpszichológus, és 150 ezeren kattintottak rá, több mint 12 ezer megosztás, 10 ezer like, bármelyik celep egyébként tényleg megirigyelhetné ezt a posztot. Ő arról írt gyermekpszichológusként, hogy hát baj van a magyar oktatási rendszerrel, de nem politizált, sokkal inkább arról osztott meg néhány gondolatot, hogy tele van a magyar oktatási rendszer szorongó diákokkal, és talán ennyi szorongó beteg gyermekkel még soha nem találkozott praxisa során. Mi meghívtuk, és sok mindenről beszélgettünk vele, többek között szülőként arról kérdeztük, hogy ismerheti fel ezt egy másik szülő, ha a gyermeke szorong, illetve mit lehet csinálni, mivel, kivel van a baj, és hogy tudunk segíteni a gyerekeknek. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Hívjuk gyorsan a nyertesünket először, aztán pedig a nap hallgatóját. Ferenc elmondja a receptet, aztán elmegyünk. Jaj, Gábor, hello! Hello, jó reggelt mindenkinek! Én úgy irigyellek benneteket, hogy nálatok volt VTCC játék, komolyan mondom. Mi kérsz jegyet, vagy mi? Mi van még nektek? Persze. Adnátok? Nem. Na, most miért? De én úgy nagyon szeretném elintézni. Nem is igaz, inkább magamnak, a hallgatóknak. Én elintézném valahogy. Beszélj a programmal. Oda főnök. De mi, nektek még maradt? Tessék, te keres! Jó reggelt, hello, morning show, szia! Szia! Hello! Szia, ciao, szia, hello! Mondasz egy keresztnevet? Norbi, Norbi! Norbi! Norbi, ciao, hello! Nem, de... de igen, egy Norbi. Másik Norbi. Igen. Na, volt egy VTC-s kérdésünk, mi a jó válasz rá? Brit és Portugál. Brit és Portugál! Így van! Norbikám, ott lehetsz, Mihalis Norbi, Hungaroringi VTCC futamán. Nagyon szépen, köszönöm. Fiam, nagyon fog örülni neki. Na, hát akkor már pláne örülünk, a gyermeknek nyerted. Tényleg? Mekkora a gyerek? 6 éves. 6 éves. Ó, és már nagy Norbi rajongó? Igen, szokta nézni állandóan a versenyeket, aztán most úgy jött ki, hogy sikerül elmenni vele akkor. Szereti a túrautót. Jól van, Norbi. Péntek, szombat, vasárnapra szól a jegy, úgyhogy menjetek akár már ma is nyugodtan, holnap szabad edzés, időmérő, vasárnap futam, úgyhogy jól fogjátok magatokat érezni, remélhetőleg. Köszönöm szépen. Adáson kívül hívunk, és akkor elmondjuk, hogy hogy tudod átvenni egyet. Köszi, Norbi. Köszönöm nektek. Ciao. Hello. Hello, hello. Na. Hívjuk a naphallgatóját. Szóval szeretnél adni a hallgatóknak egyet? Nagyon-nagyon-nagyon. Úgy irigyelek benneteket, hogy ti ilyen helyzetben hát voltatok. Ugye, hát most ez van. Nekünk se könnyű. Azért. Hívjuk a nap hallgatóját. Tegnap összejötted valami anyuka. Igen. Tényleg, levadáztam meg innen anyukát. Te túl. Nem. Halló, morning show, szia. Szia, tessék. Világért se akarunk feltartani. Küldtél nekünk egy SMS, nagyon szerettük, és te lettél a nap hallgatója. Balázs, hello, Jani, Feri is itt van, Gábor, hello. Hello. Csak nem mondtad, hogy morning show, pedig nagyon szerettük az SMS-eket. Az SMS-edet, amit írtál. Hogy hívnak? Sanyi vagyok. Sanyikám, hol hallgatsz minket? Hát most éppen úton vagyok, Pécs irányába. Pécs irányába. Az SMS-ed annyi volt. Sziasztok! Üzenem annak kocsi. Az idiótának, aki Kenderesnél beállította a jelzőlámpákat az útépítésnél, hogy tök hülye hozzá. Éreztük, ahogy ezt te kiírod magadból, és ahogy ez neked könnyebbséget okoz, hogy miután elküldött, talán egy picit jobb lelkiállapotba kerül. Sanyikám, te vagy a naphallgatója ezzel. Nagyon sajnálom, hogy nem nyertem, mert ki is ment teljesen a fejemből. Éreztük, nem, hogy nekem lehet, hogy nem. A rádió. Igen, hogy sziasztok. Erre nem emlékszel. Köszi, Sanyi, ciao! Hello, hello! Sziasztok! Hello! Volt benne frusztráció. Volt. De ezt elküldte. Mi a recept, Feri? Kérlek szépen, itt a spárga végre, a spárga szezon, meg az eper, ez a két legszebb tavaszi ilyen zöldség, gyümölcs. Én nagyon imádom őket, és hát az van, hogy még húst se tettem hozzá a recepthez, de odaírtam, mit hogy egy szolid 15-20 deka békönnel azért na meg jó, lehet bolondítani, aki akarja. De ez a franciáknak a pitéje, igazából nincs rá jó szó, ők kisnek hívják ezt a szerkezetet, ez ugye egy omlós vajas tésztát kell csinálnod saját kezűleg, de tök egyszerűen, és ezt töltik meg mindenféle nagyon finom dologgal, és akkor mivel van spárga, ezért én egy ilyen spárgásat csináltam. Csak zöldség van benne, semmi állati eredet. Szeretem a vajt. Kist.
A kis, kis igen. Nagyot. Hát Jean Simons óriási. A kis. És ugye a hús nem rakta bele, én nagyon szeretem a huson egyet. Ma le is játszottuk Prince emlékére is a kis. Igen. Jól van, fent van a Facebookon. Fent ott van képpen receptel. Igen. János, mondtad, hogy még szeretném mondani valamit. Igen, azt mondja, hogy vasárnap lesz egy nagyon jó kis jótékonysági rendezvény, ami egyben is sportolási lehetőség, és a harmadik Tour de Bókai jótékonysági kerékpáros felvonulás. Ezt az egyes számú gyermekklinika elől indítják, ami ugye azt mondja, hogy a Bókai János utcában van a 8. kerületben, és 18. kerületben a Bókai kertben ér véget, és minden egyes nevezési díjat természetesen a Semmelweis Egyetem egyes számú gyermekklinikájának a javára ajánlanak fel, tehát ez most vasárnap 9:30-tól lesz, ha valakit érdekel, remélem sokakat. Lehet esőben bringázni. Így van. Lehet hát. Így is van. Van sárvédő, van esőkabát, van csákó. Gábor, hello, jó reggel, ciao. Még egyszer neked. Mondtál egy nagyon érdekes dolgot Prince-ről, Madonnáról és Jackóról? Igen, hogy 1958-ban születtek mind a hárman, és egy nagyon híres jazz trombitás Miles Davis annak idején azt mondta róluk, hogy szerinte ez a három ember biztosan meg fogja változtatni a popzene történetét. Ez így történt. Igen. És már csak Madonna él. Ugye? Reméljük sokáig. Reméljük sokáig, persze, de milyen egy évben született neki. Három ekkora géniusz, nem? Ja, így van. Ez Jacko is, hát pótolhatatlan. Jó egészséget kívánok Madonnának, csak ne felejtsél, hány éves, 5000 már fel normálisan. Én bírom, ő még mindig azt tolja. Igen. És közben a színpadon kicsit berúg, siránkozik, hogy a gyereke nem akar vele élni Amerikában, hanem elköltözött Guy Ritchiehez. Madonna lassan a popzene medvec kilónál. Igen. De közben ők is annyira emberek, nem? Kicsit berúg a színpadon, és álmodja, annyira szomorú, hogy a gyerekem elhagyott. Igen. És Guy Ritchie-vel akar élni. Jól van, Gábor jön a kívánság műsorral, 555-55-00, a telefonszámi pedig hétfőn 6-kor. Mindenkinek szép hétvégét, szevasztok! Hello, ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggel.